Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Jó reggel! Hey! Hello! Sziasztok! Jó reggel! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Helyes, köszönöm, de most figyeltem. 6 óra múlt 12 perccel, és péntek van! Yeah! Bugit neki magasnak ezeket srácok! Jól neki! Minden autó ugrál! Minden autó ugrál! Itt vagyunk! Nyomja Feri! Rázad Jani! Mi? Jaj, gyerekek! Azért a péntek az péntek, nem? A péntek az egy speciális nap. Abban van lendület. Az gyakorlatilag a hét értelme. Ja, valahogy, tényleg valahogy más, hogy kell az ember, hogy kicsit tudja, hogy péntek van. Azért az mindig jó, még ha nincs is a nagyon különösebb program hétségére, meg úgy nem tudja az ember, hogy úgy mi lesz, akkor is azért az úgy egyszerűen jó érzés, hogy te jó. Az emberek vannak tervei. Az emberek vannak tervei, amiket valóra akar váltani. Nekem például a legközelebb tervem az, hogy viszkő holdot vásárolok. Kávényit kírt a reggel. Igen, de hát cserélnék srácok, veled. Ugye? Ahogy vég lesz a műsor, azt mondom, hogy kedves olyan, sziasztok! Abban a pillanatban leteszem a fejhallgatómat, kihúzom, visszateszem a kis dobozába, a kis szivacsomat, szaladok be a szerkesztőség, után pedig irány a bót. De már van terv, hogy milyen típus vagy, majd ott válogatsz. Na, hát csak típushoz vásárolok, érted? Ja. Nem bóckodok, ja. Összeszem mindenféle viszki oldókkal, érted? Majd olyat veszek, amilyen kell. A mi gépünkhöz, amit ajánlanak hozzá. Ja, kávégébe? És van hozzá ajánlott vízkőoldó? Egy előszűrőn nem gondolkozol? Egy ilyen vízlágyító? Miért van egy bontatlan otthon? Vagy mi? Nem, nincsen, csak mondom, hogy szoktak a kávégép elé kötni egyet. Ne. Ja, de neked nem csaproljon, gondolom, hanem töltős. Ne vicceljük majd egymással. A vízkőoldót kell. Vízkőoldó, gyerekek, nekem az most ez program. A vízkőoldó. Este meg fogom nézni a Whiplash-t, amit te is ajánlottál, nagyon sokan ajánlottak. Nachos, és miatt Nachos-szal. Becsúszott megnézed Nachos-t. Egy legjobb mellékszereplőnek járó férfi Oszkári. Nachos-t megnézem, igen. Annától kaptam néhány héttel ezelőtt egy ilyen kis egységcsomagot, azt valószínűleg el fogjuk pusztítani. Tehát így kb. Ennyi. És a az jó maga az oldás, az csak holnap, vagy már ma megcsinál? Nem, ma már tudod. Mert nem, sajnos mindig lelkismert fúrásom támadom, amikor megjelenik így a kijelzőn, tudod, hogy most már kéne. Köves. Tudod, a piros felirat, a hiba üzenet, és akkor így, eddig így elodáztuk a dolgot, de hát péntek van, most megoldjuk. Úgyhogy. Egy jó hétvégé és egy jó vízkőzmenítés. Nekem pici kis apró örömök, megmondom őszintén, bőven elegendőek az, hogy jól érezzem maga. Tegnap például kiderült, hogy David Coverdale, a minden idők egyik legjobb rock énekese, a fejébe vette, hogy régi Deep Purple nótákat, május 18-án fog megjelenni egyébként, kicsit születésnap ajándéknak foghatjuk fel mi öreg rockerek felébe ezt az albumot, de szerintem Balázsnak az érdeklődését is felkeltheti a dolog. Szóval a lényeg, hogy David bácsi azt találta ki, hogy régi klasszikus Deep Purple nótákat, az ők is a White Snake nevű zenekarával, amit nem tudom, biztos ismernek többen is, ő újra fel fogja játszani, és megjelenik majd egy 2015 hangzású Deep Purple album, tulajdonképpen Purple album, ez lesz egyébként ezt a címe. Ezt hallgattam abbaházítót tegnap egész hát figyeljetek, mindenki oda van most. Én már rég láttam két ilyen idősödő fiatal embert, mint a abbaházi és a vadon urak, csillogó tekintettel mesélni. Mint ez az album? Tök jó. Hát tényleg, figyelj, egy nótát tettek fel eddig a Facebookra, illetve nem a Facebookra, hülye vagyok, a YouTube-ra, és én 10-szer hallgattam meg tegnap egymás után, aztán hazaért a család, és mondták, hogy akkor jó, köszönjük. Ők is nagyon kedvelik. Ötödiktől már fajta, unták, hogy nem? Igen, már nekik is egy picit ez így unalmas, de srácok, a hajamat lettettem, hogy szokták mondani. Jó. Hát zseniális. Hát David Coverdale amúgy is még mindig hihetetlen formában van, fantasztikus énekes. Hát és ezek a Purple Note-ek. Megmondom őszintén, hogy ezeket az ős rockokat részben azért nem hallgatom. Vannak, amiket rendszeresen, tehát mondjuk egy Black Sabbath mellett nem tudok elmenni, vagy egy Rainbow mellett nem tudok elmenni, de azért van egy-kettő, például a régi Purple-ok, amik a hangzásuk miatt én nem nagyon. Tehát, hogy már nekem nagyon porosak. És most, amikor meghallgattam ezt az egy nótát, újra feljátszva, Úristen. Tehát, hogy egyszerűen kész vagyok. És miért nem lehet, hogy el vagyok maradva a halálozási arányban a Deep Purple-nél, hogy miért nem ők játszották föl? Vagy hát, mert nem beszélgetnek egymással? Hát ott azért ez előfordul, ez egy sok zenész megfordult már a csapatban, és én szerintem ezeknek a daloknak részben a jogai ugye David Coverdale-nél vannak, mint szerzőnél, és ez meg az a zenél, akivel akar, világos. Így van, ennyi. Ja.
Ennyi. Ha a gyerekek, gyerekek. Közben azért voltam ilyen csöndben, mert valami kilopott szex videó van itt éppen a gépemben megnyitva, úgyhogy ezt gyorsan bezárom. Miért kiült a gépemnél, Zsült? Kérlek szépen. Se, ne, hát nem, nem, Garami? Vagy mi, ki járt itt gyerekeket? A Baházi, Vágó Piros, utána meg a Roli. A Roli. Hát akkor szerintem Roli, a Piros volt. Roli volt itt. Egyértelmű, hogy a Piros. Nyitogatom a kis kedvenc oldalaimat, különböző hírkereső oldalak, bulvárlapok, Skype, üzenőfalunk, stb. Erre olyan dolgok jönnek velem szembe, hogy 40 évesen már azért azt mondom, hogy hát hová tart ez a világ? Micsoda szörnyű dolgok. Mi volt az oldalon? Micsoda? Master of Harlem, akkor biztos, hogy a Piros volt. Micsoda szörnyű dolgok történnek itt. Tegnap Berki barátomat néztétek? Én már nem. Nem a fő, a nagyot, mert a tökunalom gyerekek, az úgy rossz az a műsor, ahogy van, sajnos, sajnálom őket, de tényleg az a műsor nem jó, több sebből érzik. Nem az Édehotelre gondolok. Az esti kísérő műsor, nem? Nem, sajnos. Jaj, nézzetek, már most már a Szintiával volt. A Szintiával volt, most nem volt annyira erős, mint amikor ketten a Pamelával kezdtek brutális mélyrepülésre, és a média állott. Igen, mert a Szinti az egy jelenség, tehát igen. Azért egy másik Szintia, kategória, Szintia a Berki, meglepő is. A Berki 6 éves gyerekkel szókincsével megáldott műsorszerkesztési folyamatát egy kicsit megpróbálta megtörni, nem ezt kell nézni majd, amikor ők együtt vannak a Pamelával. Hát az gyerek. Na most velem egy két kísérő műsor van egy 18 karikás, az van ugye utána, az a durva, meg van egy előtte. Előtte? Már úgy értve, hogy lemegy a fő mozi műsor, és akkor utána a mellék csatornán van két darab kísérő műsor. Melyiket láttad? Egyesről kettest? Jézus Mária! Tényleg így. Jézus Atya úristen! Én a 18-20 műsorban szoktam belenézni. Áll a Berki, még nem volt. Meg egy műsor, ez egy pult mögött, és beszélgetnek valamilyen szereplővel mindig. De akkor az lehet, hogy nem a 18 pluszos, mert aztán semmi nincsen, csak beszélgetnek. De engem a beszélgetés mikéntje, lényege, mélysége, kérdésfeltevési mélysége, technikája, mélysége érdekel, hát az nagyon klassz. Az nagyon klassz. És ennek van még egy 18 igen, pluszosa igen. is? Utána komolyan? Van egy 18 plusz. A betyárját. Nagyon várjuk, hogy történjen valami. Ott hát, azt is a Berki azt csinálja. Is a Berki csinálja. Hát, igen, csak az olyan, ugye, az nem olyan... Akkor én már lehet, mert alszom. Én 10-kor mindig alszom már. Tehát én ezt ilyen 9:30-tól nézem 10-ig, és 10-kor elmegyek aludni, mert az éjfél előtt. Javásban nagyon hiszek. Nem, úgy elég. Lefűzök, és akkor úgy elég igazából. Úgyhogy, hát ha nem láttátok, akkor nem tudjuk. Sajnos kimaradt, nem tudom. Nem tudjuk megvitatni. Basszus, én régen szerettem ezt a műsort, komolyan mondom, amikor a Viaszat csinálta, és most is úgy vártam, és nem jó. Nem jó, pedig néztem volna. És de meg azt is bemondanám, hogy jó, mert hogy nem vagyok TV2 ellenes, bár kis gondolja rólam, hogy minden nap, amit TV2 van. Fikázom, én ezt a Viaszaton, ezt az Édehotelt, tehát nagyon szerettem. Ármány, szerelem, cselszövés, tudom a szereplők, néztem, nagyon szerettem. Azt valahogy egyelőre. És most mi nincs benne? Hát a formátum az ugyanaz, ugye más a műsorvezető, akkor a hát nyilván kell idő, Éva amit... volt. Igen. Nyilván kell idő, amíg beindul ez az egész, és jó lesz, és történik valami. Már cserélgetik a szereplőket, meg már tegnap kiesett egy lány, meg... Volt nagy dráma. Volt nagy dráma, azt hittesz, ingyi szobában. Mondjuk az a igen, azt néztem, tehát az a koppanás, hogy ez megért volna, hogy mi sőt az érdemes megérni. Én ezt a késő esti összefoglalóban láttam, hogy végül is kiesett. Nem tudom, úgy valahogy úgy, tegnap egy perce voltam ott, tegnap előtt 3 perce, de nem indul be, nem hallom, hogy miről beszélnek a szereplők, nincsenek feliratozva a sztorik, nagy katyvasz az egész, tehát nem tudom. Pedig drukkolok nekik, hogy jó legyen, biztos, hogy csomó pénzt elköltöttek. De a kísérő műsor, gyerekek? Higgyetek nekem. Ha ők ketten együtt vannak, ott remek mulatság van. Úgyhogy remélem, hogy lesznek még együtt. Én bírom. Én röhögök a Berki poénjaim. De tényleg. Annak idén, amit forgattatok Mexikóban, az nem hasonló jellegű volt? De az hasonló volt, és hasonlóan... Szerintem ezért állsz ez a műsorhoz. De ezért állsz ez a műsorhoz így, mert egy picit így előhozza a régi. Az egy nagyon jó formátum volt, amit mi csináltunk, csak nem lett túl jó a műsor maga egyébként. Tehát úgy fel esett, hogy mi volt a téma. Az egy nagyon jó formátum. Kísértés. Nem? Nincs meg? Arról szólt, Mexikóban forgattuk, mint gyönyörű helyem. Tulum mellett a Karib-tengervilág, mert te elképesztő, szörnyű volt, 3 hetet ott lehúzni, majdnem egy hónapot. Aha, otthon se volt. És fehér homok, brutál, nem, én nem voltam még olyan gyönyörű. A hangulata igazából nincs a helynek szerintem, de a homok meg a víz, az gyönyörű. Arról szól, hogy párokat szétszedsz. Aha. Nyilván olyan párokat castingolsz azért, akik ugye hát van köztük valami zűr, már volt egy félrelépés, tehát nem olyanok, akik megingathatatlanok, hanem és lerakod őket két ellentétes táborban, és a fiúknak hozol 20 baromi jó nőt, a négy csajnak, a pár négy tagjának pedig jó hapsikat. Tök bugyuta az egész, de egyébként meg közben Amerikában, Angliában ez nagyon nagy siker lett. Tehát jó a formátum, gyilkos szemét formátum, de jó.
És hogy és este mindig elmész egy-egy táborba, és a fiúknak megmutatod videó, hogy mit csináltak a barátnőik a fiúkkal, és a lányoknak megmutatod. És a dinamikája az az egésznek, és a műsor lényege, hogy ő látja, hogy a csaja elkezd valamit, erre ő megpróbál rátenni. Persze, igen. A csaj megnézi este, hogy mit tett rá a pasi, a bosszúból össze, és elindul egy ilyen te személyet csinálod. Ezt sem? Na jó, akkor majd én is ezt sem, és megmutatom neked, hogy te a másik táborban nem érezheted jól magad. És ők nem is találkoznak végig. Hát négy párról három szétment egyébként. Nem találkoznak végig, a végén van egy nagy tábortűz ceremónia, és ott szembesítjük. Kikapatom a szemed! Ott az egyik lány, egyik fiú az citte, hogy nincs kamera a szobában. Úgy gondoltam, mert azt az információt kapta, hogy nincs, te volt. Isten, hogy miket? És ő sem volt túl bonyolult. És a végén a fiúk választhatnak egy lányt, akivel elmennek egy egyészakás randira, és Laci választotta. Zitát? Aha. Hát van, ez a név. Debreceni Zitát, csak mondom egyébként. Őt is így hívják, milyen érdekes. Ne hülye, ő volt. De tényleg? Hát szerinted mire gondoltam? Szegény, ő ezt már próbálná felejteni, de hogy tényleg ő volt, és azt hiszem ott megtörtént a dolog, és akkor ott Zsanett, mert így hívták Laci párját, másnap este megnézte a tábortűznél, hogy a párja nem lopta az időt az utolsó randin. Hát figyelj, ha már ott van a lehetőség, és úgy, akkor ő már nem tudott visszavágni a Laci párja. Hát a műsorban nem. Otthon hazafelé Miskolctapolcára lehet, mert hogy azt hiszem ott laktak. Szóval az egy jó kis formátum volt, csak valahogy nem durrant akkorát. És Zitus ügyes volt? Nem tudom, mert azt már nem voltam ott, nem én tartottam a helyet. Azt tudom, hogy egy hangtechnikus bement a szobába, hogy berakjon egy mikroportot. Mit fogsz ezért kapni? Blecskafészek. Nem mondom, ez egy műsorom volt. Egy hangtechnikus bement, hogy berakja még a mikroportot a randizók szobájába, és közben az egyik szereplő visszajött. Valamit ott hagyott a szobájába, és a technikusunk az ágy mögött labult mikroporttal a kezén, és ott járkáltak mögötte a szereplők, hogy akkor most még hol a rágom, meg hol a pénzem, menjünk le a tengerpartra sétálni, az RTL technikus sem még így gyűlt az ágy mögött, amikor megtalálták, hol a megölik, tudod, hogy nincs. Az egy nagy sztori az RTL-ben. Megelőzte akkor is a műsor. Hát, azt 2004-ben forgattuk. 2004. Lehet, hogy még korai volt. Túl korán jött. Nem volt még fölkészülve a közönség. Nem durant akkor át. Tehát azt hittük, hogy több félrelépés ez az. Úgy valahogy úgy nem működött igazán. De elketyegett azért egy olyan nézettséggel, aminek sok csatorna örülne, de azért nem volt akkor. És mi van? Semmi. Hát, hogy sok csatorna. Ja, semmi. Jó. Nézted? Te azt nézted a kísértést? Nem, nekem akkor más gondjaim voltak. Igen? Hát igen, mert hogy... Mert őt nem vitte. Nem tudom. Hát nem, a műsort kellett vezetnem nélküled. Közös ismerősünk. Ja, tényleg itt hagytalak, hogy volt egy rádió. Tehát, hogy nekem azért más gondolatok jártak a fejemben, például az öngyilkosság. Tehát, hogy nem volt időm nekem meg energiám tévét nézni. Igen, akkor mi már reggeli műsort csináltunk? Hát igen. Akkor már rádió DJ volt, és akkor már te reggeli műsort csináltunk. Hónapra. Én lementem, nekem el kellett mennem. És előtt tudod, elég jól időzített mindig az információkkal. A jövő héten utazom. Nem, talán tudtad már egy-két hétre. Egy-két héttel előre már felkészülhetél lelkileg. Kísértés Melinda egyébként, igen, írják, hallgatók, ő benne volt. Kísértés Melinda. Igen, igen. Ha, a gyerekek, úgyhogy ez ott mi újság van egyébként, minden rendben, minden oké, meleg van, nem esik az eső, és jön a tavasz, gyerekek. Beszéljünk egy néhány mondatot csak az időjárásról. Jó idő van ma, és eső nélkül száraz autóval tudtam bejönni. Nagyon jó. Ez egészen jó. Nagyon jó. Biztató, nem? Tizen fokokat nem, ez még egy ötöcskénél, ja, a hétvégére azt nem tudom, ötöcskénél én följebb nem mentem, de igen, ilyen 10-12 fokot mondanak. Úgyhogy aztán kivetesen elolvastam tegnap, mert volt jön egy a tél. Vasárnap állítólag brutális hidegfront. Hát tényleg. Vízen március van, tudjátok. Igen, végülis vasárnap március is van. Brutális hidegfront. Úgyhogy március 15-én mindenki átülhet majd egy másik autóba. Konkrétan olvastátok? Nem olvastátok? Én nem néztem meg, én már nem foglalkozom. Igen, a jövő közepétől mondanak egyébként megint elég kemény mínuszokat. Ugye vasárnaptól hétfőtől elkezd csökkenni megint a hőmérséklet. Savazást is így írok. Savazást? Savazást. Savazást, havazást. Szerda, csütörtök, péntekre azért mondanak ide-oda. Habacskát, meg az a jó, gyerekek. Én mondtam, hogy ennek meg lesz. Már ne legyen jó. Meg lesz a bőtje ennek a február 13 foknak igazából. Na, egy nagyon fontos eseményre szeretném fölhívni a figyelmedet, mert azt vártam, hogy te mikor mondod.
nem vagyok nagyon internet meg tévé közelben, annak ellenére sem, hogy 20 perc erről beszélek. Egy rövid 20 perces kísér. Csillagászati, mi történik? Még mindig nincs meg. A hold melletti két bolygó együttállására gondolsz, hogy melyikre, ami volt nem, most? Nem, és a közelgő három űrhajóra se. Nem. A Vénuszon és a Marsnak volt egy nagyon szép együttállása a hold mellett. Rögzítetted? Nem. Nézted? Még mindig nincs. Hát napfogyatkozás lesz. Igen? Mikor? A 20-án. De nem nálunk. A Feröer szigeteken azért lesz a teljes, de... Hát akkor ez így. Azért mondom, hogy arról már tudnék, azért ez nálunk nem, lenne. Akkor ennek a hírnek micsikor perifériáján vagyunk. De annyira periféria, hogy a háromnegyedét kitakarja. Nálunk? Tehát, nálunk, képzeld el, a március 20-a 9:40, tehát oda kell időzíteni az ismétlést, a best of-unkat, és kimegyünk közösen megnézni, és belefutunk a fogyónapba. De teljes lesz a Feröer és részleges nálunk? Igen, nálunk háromnegyedet fog kitakarni, már csináltak egy grafikát is, és marha jó, ahogy beúszik, és így szépen végig megy. De miért a Feröerre nézzük meg? Hát csak van erre valami utazási iroda, nem? Egy Feröer oda-visszát aznap reggel megcsinál, de úgy, hogy közben adást csinálunk. Mert 9:40 lesz délelőtt. Itt tényleg részleges napfogyatkozás lesz Európában. És majd keresd meg a izét, a grafikáját, nagyon jó megcsinálták, hogy kitakarja a dolgot, és már vártam, hogy te erre így rá vagy izgulva, nézzük, nem, behozzuk ezt a távcsövet, lesötétítjük, füstöljük az üveget. Egy kormozott üveget megfogod, azt fölnéz egy távcsöven. Hát de azért mégiscsak távcsöve, csak jobb, nem? Napkitörést lehet állítólag önkor látni, meg ilyesmi. Úgyhogy én azt javallanám, hogy 19-én egy platós teherautót szerzünk, amivel behozzuk a gépágyút. Hát ha mozgatható. Ha mozgatható egyáltalán. És de ha nem, akkor ott van a Bautranz, majd szerzünk valamit arról. Fölállítjuk az obszervatóriumot az udvaron, és 9:40 megnézzük. Péntek. Hát akkor azt megnézzük. Na, látod? Az szép. Én láttam a teljes napfogyatkozást, az gyönyörű volt. Felé is már egy párszor. Az más, mikor lecsukjuk délelőtt a szemünket az előző este meg fáradalmai miatt, amit reggel egy felesel, vagy fröccsel. Az egy blackout, az nem, de egyébként én csak ez a 99-es nyári napfogyatkozás volt. Na, gyönyörű volt. Az valami olyan durva természeti jelenség, amit nem is tudom, hihetetlen, hogy délelőtt 11 vagy délben történt, Balatonon voltak, és elültek a madarak, elcsendesedett a természet. Olyan volt, mint a besötétedett volna. Hihetetlen színárnyalatok, döbbenet. Repkedtek a sirályok, és napfogyatkozás előtt 3 perc, azt vetted észre, hogy megálltak és leestek. Leestek. Minden madár eltűnt. Igen. Elcsendesedett a természet, mi a Balaton partjáról néztük, és mindenki láttad... számított rá? Vagy lehetett hallani mondjuk a lángosos irányban, mi a kurva. Kapcsolj már vissza, Józsi, a generátor, oda járunk lakva. Megbakultam már, így. És Tihany felől jött a sötét, és olyan volt, mint egy ilyen űrhajó eltakarná napot, mindenki elcsendesedett, és tisztán emlékszem, pedig 15 év volt, hogy így láttad az árnyékot, ahogy ugye jön. És egyszer csak ott álltál néma csöndben, mindenki tök csöndben volt, sötétben. A Balatonon persze nem olyan sötét, mint éjszaka, hanem körülbelül, mint most van. Ahhoz képest, hogy verőfélyes napsütés volt még 5 perccel ezelőtt. Hihetetlen nagy élmény. Egyébként nem? Az nagyon nagy volt. Mi olyan helyre mentünk, ahol senki más nem volt. Kecskemétig jutottunk el majdnem, hogy így Baja felé mentünk, egy nagy pusztára, Szántóföldre, senki nem volt, és ott a bogaraktól kezdve mindent hallotta, hogy így nagyon elülnek. Igen, nagyon, azért nagyon szép. Lefeküdtek aludni, elment a nap, vagy itt van a hold, és jöttek vissza. Azért jó az ilyen puszta, mert ott nincsen egyrészt senki, másrészt meg nem lopják el közben a török között, meg a pénztárcát, tudod. Itt a Balaton parton, mindenki tudod. Nézi az eget, és közben egy ember szedi össze a cumót. Igen, azt mondja, hogy légy, nem mondjátok a kormozott üveget, megvakul a sok hülye, de most nem úgy, nem azzal nézhetsz bele? Hát elméletileg igen, de nem tanácsolják, mert a kormozás az ugye egy ilyen hektikus, hogy mennyire kormozol hát és nagyon hol. Bekormozod, de nagyon be kell kormozni. A legjobb az a hegesztő pajzsnak az üvege, azt mondják, mert az ugye arra van csinálva, hogy ugyanolyan erősségű fény nyom. Hát azért ezt majd hívjuk fel a csillagász barátodat. Józsi, mit csinál ez a napfőrök, és 4 napja nem látom semmit. Még mindig? Hát nyilván szemüveg nélkül nem tanácsos, igen, de bekormozott szerintem, akkor azért bele lehet. 99-ben ilyen óriás biznisz volt szemüveget árulni, rá emlékeztek? Mindenütt mindenki azt akarta beszerezni, ez egy ilyen papír darab volt, benne egy darab besötétített ízével. Mint most a 3D-s mozi szemüveg, vagy régen a papír 3D-s szemüveg. És mindenki azt be kell szerezni, és újságok azzal jelentek meg, szenzáció, ingyen adjuk a napvédő szemüveget, emlékszem, hogy azt beszerezni. Ugyanitt regenerál a szemműtétre, volt egy sorozat, az a Flash Forward, az láttátok, az jó volt egyébként, arról szólt, hogy 3 percre mindenkinek ilyen blackoutja volt az egész világon. De nagyon sorozat, csak aztán valahogy a vége, nem tudom már, mindent nem is folytatták. 3 perc, az a világ minden ember elájult. Mindenki. És arról szól a sorozat,
hogy lezuhannak a repülők, összecsattanak az autók, 3 perc után mindenki fölébred. És arról szól, hogy megpróbálják megfejteni, hogy mi történt abban a 3 percben, amikor az egész világ elájult. Aha. És ha láttál valamit közben, azt hiszem úgy volt, hogyha te halucináltál a 3 perc alatt, akkor életben maradtál, ha nem volt halucinációd, akkor azok, akiknek nem volt, azok szépen elkezdenek meghalni. És akkor aki nem látott semmit, az siet, hogy felgöngyölje az ügyet, hogy ő miért nem látott, találjuk meg az okát, hogy miért volt az egész világnak blackoutja 3 percig. Mindenki elájul. Komplett ájulás. Megfejtődik a végére, igen, érdekes. Sajnálom, hogy nem csináltak belőle második évadot. Nem lett belőle második évad, nem, Lac? Ha valaki esetleg nem látta, nem egy rossz sorozat. Hát, hogyha a megfejtették, Flash Wars, akkor az a címe. Minek legyen második? Mit? A minek legyen második évad, ha megfejtették, nem? Hát, ez lesz. Na, ennyi. Hát, miért nem te úszott? Hát ezért nem csináltak. Gyerekek, most tényleg évek a hülye, tudom, hogy én, de van egy nem, történet, megfejtik, akkor mit folytasson? Megint elájul mindenki. Nem. Ennél azért jobb forgatókönyvírók vannak Amerikában. Ha nézték volna, lett volna második évad. Nekem ennyi egyszerű, hogy nem annyira nézték, de ez szerintem egyébként nem volt hogy annyira rossz. Ferinek nem a sajátja ez a fikciós műfaj. Ő nem szeret. Ő nem. Hát, tudod, én ilyen földön álló gyerek vagyok. Hát, megfejtettük, befejeztük. Hát, 4 millióan nézték, hát óriási. Megfejtettük, befejeztük. Mondanám Ferinek. Neki folytatást, de megfejtettük, de befejeztük. Most uram. Még egyszer elájuljanak, hát nem értik. Jó volt, egyébként tényleg jó kis sorozat. Viszont gyerekek, elkezdtem nézni egy másik sorozatot, így esténként, desszert jelleggel, mindjárt abban vagyom. Laci integet. A nápolyi. Integes. A nápolyiról szól. Te durva. Hihetetlen, a mandulás nápolyi és pisztáciás nápolyi. Gyerekek, nagyon durva. Azt neki, hogy találták ki meg ilyenek? És a ciglerostő is szóba került, például. Igen. Utána pedig a nápolyi maffia terjeszt. Nem, a nápolyi maffiáról szól, ja. Gomora a neve. Ezt mondtad már. Nem jó. Ja. Ha valaki neki akar állni, csak azért mondom, hogy azért nem mondta sokszor, mert nem jó. Azért rosszat is mondok, hogy nem jó. Tehát a két mondta volna még... többször is, ha jó lenne. Ne nézzétek meg, mert nagyon gyenge. Tehát, ha gyengét akartok látni, nézzétek. Te valaki gyenge sorozatokat szeretnéd. Akkor nézze meg a Gomorát. Hogy állunk játékkal? 2-1, mert volt egy döntetlenünk ezen a héten, de mi vezetünk 2-1-re. Tehát ha ma hallgató nyer, akkor max döntetlen, de szerintem nyerjük meg, és akkor ez már 8. nyert hét lesz. Ez a beszéd. Elhozzuk döntetlenre, nyerjük meg. Jól van, drága Morning Show hallgatók, tessék nekünk SMS-t írni, jó, arcoskodni, kihívni bennünket, SMS formájában egészen nyugodtan. Ha valaki úgy érzi, hogy kicsit berugná velünk ezt a péntek reggelt, hogy könnyebb legyen, játszana velünk, akkor írjon SMS-t. Mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 6-ra múlt 52 percet. Köszönjük a közönségnek! Köszi! Gyertek máskor is! Így van. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 perc van pontosan, 7 óra. Itt van a játékosunk, aki nagyon arcoskodott, úgyhogy már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló! Halló! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Andi vagyok. Hello, Andi! Andi, mit írtál nekünk? Én már tegnap írtam az Annának, és már tegnap lebeszéltük. Előre bejutott ez. Új, tegnap? De már mi, már ilyen sorvállás van? De úgy volt, hogy jövő héten, és ma Pasik azt mondta, hogy csak Pasik jelentkeztek, és így kiválasztott engem, hogy ma jó-e. De mi? Persze, mindegy. Húztál egy virtuális cetlét? Hanyas volt a számod? 6815. Lehet. És nem is arcoskodtál, mert nem is írtál semmit, mert tegnap... Nem, egyáltalán nem, és ti se vagytok arcosok. Aha. Arcoskodóan benneteket. Na jó van. Azért valaki feszülni fog. Ebből baj lesz. Nagy baj. Érzitek? Igen. Kivel szeretné játszani, Andi? Feled Balázs. Velem. Ráadásul. Na nincs vagy kezed. Dehogy nem, abszolút. Abszolút van. Ilyen jó. Az, amikor van neki, képzeld, amikor nincs. Há, igen. Honnan hívtál minket, Andi? Én Gyalókáról. Gyalóka. Gyalókáról? Gyalóka, igen, neked biztos ismerős, mert Zsira mellett van. Zsül mellett? Zsira! Micsoda? Zsira? Zsira. A Zsira mellett. A biztos ismerős az a község. Hogy, hát Zsira? Oda jár haza? Ugye? Zsira Gyalóka, tudod, így mész, és akkor Zsira Gyalóka. Így van, akkor te is képbe vagy. Persze, Nyíregyháza. Nekem miért kéne, hogy ismerős legyen Zsira egyébként?
Nyíregyháza pont a másik oldal, ha jól tudom. De igen. Igen, tehát ez inkább a soproni rész, de miért kéne, hogy nekem ismerős legyen Zsira egyébként? Mert hát amikor mentek fürödni, akkor nem ott jártok át Buszmangúzra. Fürdeni? Buszmangúzra. Fürdeni. Én otthon fürdök, vagy hogy hol vagy, ennyit nem utazom, ennyit nem utazom egy fürdő, de ki jár fürdeni, vagy hova? Na, beszélj. Hát, amikor mentek Sárvára, biztos arra cél, meg Nagyszent közelében van, tehát, hogy azon a tájékon, amelyre ti is szerettek járkálni. Így van. De Zsira inkább Ferének ismerős. Röjtök Muzsa is közel van. Röjtök Muzsa, ott volt az esküvőm. Igen. Jól van, oké, na menjünk akkor, jó? Na, menjünk, aha. Jól van. Na, Jani, 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Én is itt vagyok, kérdezzél. Kérdezzél te. Ez jó, most itt készültél? Kérdezek. Készültél kérdéssel? Kérdezzél te. Hát akkor kérdezek én. Akkor kérdezzél te. Amikor a műsornak vége van, melyiknek? Akkor itt már... Hát amikor 10-kor befejeződik. Ez a műsor? Ez a műsor. Akkor? Akkor ti három felé, hárman vagytok, ugye? És akkor öt felé mentek? Vagy azért így össze szoktatok ruccanni? Hova? Kinél? Hát bulizni vagy. Mondjuk, hogy van most kisbabátok, azt megnézik-e? Átjárunk-e egymáshoz, megnézi a másik babáját? Így van. Ritkán szokott előfordulni. Ritkán. Neked van babád? Hát nekem kettő van, de nagyok már. Az egyik 25 éves, a lányom, a fiam meg 23. Szereted őket? Ha, imádom. Azt hittem, azt mondta, hogy nem. Most megnyerem a játékot, az milyen szépen csúsztam. Jézusom. Atya úristen. 30 másodperc toszogatás. Igen, kérdezzél te. Nincs kérdésem, te kérdezzél. Igen. Aztán ugye a közepétől elkezdett így pöfögni, de amíg a berugókkal bajlottatok, addig nem lenne akart elindulni a motor. Jön a benzincsap, nyitva, zárva. Szivatot ráadtuk, visszatettük. Igen. Hát gyerekek, szép volt, na, mit mondjak? Kérdeztem? Na jó van. Oké, van egy ajándékcsomagod, jó? Jó, köszönöm. Küldjük neked, Andi. Oké. Jó. Ügyesen játszott. Egyébként nem tudtalak ezzel a kérdezzél, te kérdezzek én című dolog a zavarba hozni, úgyhogy ügyesen kerülgetted a csapdákat, megérdemled az ajándékcsomagot, küldjük neked, jó? Köszi szépen, aha. Régóta szeretted volna? Igen, már sokszor küldtem SMS-t is, igen. Jó van. Oké. Na jó van, küldjük neked. Köszi. Köszi szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Minden jó. Szia. Viszont. Hello. Sziasztok. Igen. Hello. Akkor? 2-2. Akkor ez döntetlen. Ez döntetlen. Igen. Kár érte. Mindegy. Általában a veretlenségünk az továbbra is fennáll. Ki nem kaptunk. És ez a lényeg. És 7 nyert, 7 van. Bizony. Hát, igen. Igen. Jól van, 2 perc van, pontosan 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek Ákostól. Van egy-két friss közlekedési hírünk. Baleset épp most a 8-as út 76-os 77-es kilométerek között az autók az út szélén. Mindenki vigyázzon. Valamint Veszprém külterületén Gyulafirátot felé van egy trafi, és az M3-as 45-ös kilométerénél trafi a hídról Pest felé. Szerencs utca beállt, mint a szög. 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. 2 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk! Yeah. Sziasztok! 7 óra múlt pontosan, 10 perccel, közönség! Köszönjük! Gyertek közelebb! Tehát az első sorban, maradj itt! Felvétel végén. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Győr, 7-7 ágra süt a nap. Gyerekek, fellöktem egy fonaljárót. Ez most baj? Hát akkor ez nem egy volt hallgató. Igazi fonaljárót. Egy igazi fonaljárót nem lehet fellökni, hiszen ő erőből sétál. Így van, ő egy kezdő fonaljáró ennyi. Volt, egy gyakorló. Így van, ő valószínűleg csak a mini csomagra fizetett elő. Így van, mini csomag volt. Még nem tanulta meg az igazi fonaljárás, hogy nem szabad kitérni. Babakocsi elő, semmi elő. Sem. Ha jön az egyes villamos, akkor se térjünk ki. Baleset épp most a 8-as út 76-os 77-es kilométerek között, autók az út szélén. Vigyázzon mindenki. Veszprém külterületén Gyulafirátóton van egy trafi. Ott lakik a Subbase, nem? Gyulafirátót, ugye? Igen.
Még mindig ott lakhat, vajon? Hát szerintem igen. Szerintem egyébként igen. Valami traktor vállalkozása van, vagy mit csinál ő most? Azt hallottam. Igen, hogy a traktorokat vett, és hogy baromi jól megy neki, és közben repelget, de hogy van egy, csak van egy kölcsönöz? Menő vállalkozás, vagy tőle lehet bérbe venni, valami ilyet hallottam. Van egy ilyen nagyon menő traktorpark, és a környékbeli gazdák tőle leasingelnek, vagy tőle veszik kölcsön ezeket a mezőgazdasági munkákat? Az a baj, hogy nekem annyira összefolyik a valóság az álommal, hogy simán lehet, ezt behalloztam. És ez egy szürreális álmomban fordult elő, semmi köze Szabinak a traktorokhoz, csak ezt én valamikor megálmodtam, és azóta hirdetem. Szabbé, közben... kéne a hétvégére egy jó kis borona. Vontes, hogy gyere be. Hallod, gyere, nézd meg. Igen. Szóval, hogy lehet, hogy ezt csak így behalloztam. Zsadányban mérnek Fejérskoda, Felícia nem veszi észre, olyan rossz az út, nem is lehet gyorsan menni, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Köszönjük szépen. Állítólag a játékosunk kimondta, többen írjátok, nem tudom, hogy mi az ítélet. Szerintem Anna visszahallgatta, mert énkor mindig visszahallgatjuk, már jön, szágul, drobog, rohan. Én azt hallottam, hogy szerintem ő nem mondta ki. Valamit elhallottad. Meghallgattam, nem és? Mondta nem? Ki. Nem mondta ki. Nem. Nem. Mi lennék a legboldogabbak, ha el tudnánk tőle venni, persze nyilván. Igen, de tényleg itt írják páran, és most fel is hívtam pár hallgatót, hogyha egy mondattal utalhatok erre, hogy fölírtam meg, hogy már volt ilyen. Ha valaki másfél éve ír SMS-t, és ő egy postás, aki nem tud akármikor játszani, sajnálom, hogy elmondta, úgymond, kiderült a turpisságom, én tehetek róla, de megesik a szívem rajtuk sokszor, ugye már annyi pénzt költött el. Jól van, mondom, jövő héten nem tudsz, akkor fölírom. De egyébként lehet, hogy ez nem korrekt, és azt kell, hogy akkor a napi szinten válogatok, de akkor senkit innentől kezdve. Soha. Legyél kemény. Hát valaki munkahelye miatt nem tud például játszani. És nagyon sajnálom az ilyen embereket, mert úgymond kirúgják őket, nem tud minket hallgatni. És sajnálom, és ilyenkor még otthon van, és fölírom. Szoktam ilyet csinálni, nem rendszeresen. Most bevallom, sokan írják a falon, és nagyon osztanak, és rosszul esik, mert lehet, hogy pont egy olyan ember ír nekem, akit ugyanúgy fölírtam, hogy tudjon veletek játszani. Elmondom, mit csinálják szerintem. Na mondjátok, adjál tanácsot. Legyen az a deal, hogy aki aznap tud játszani, az játszom. Jó. Mert... egyik sem igazán jó, mert ha tudom. Megígérjük valakinek, akkor kiszúrunk vele, nem tesszük adásba. Viszont akkor miért ír a többi SMS-t, aki aznap jelentkezik, de közben már ugye megígérted egy teljesen joggal egy másfél éve minket hallgató játékosnak, akinek ma van az egyetlen napja, hogy tud velünk játszani, mert a hét többi napán nem jó. Mégis csináljuk azt szerintem, hogy a játékba kerülés feltétele, hogy aznap ott ő tud játszani. Jó. Nem? Akkor legyen így. Így korrekt, sokszor, hogy előre kimondjuk, igen. És korrekt azokkal is, akik most jelentkeznek, jó. Hogy akkor nem érzi azt, hogy azért ír SMS-t, mert mit tudom én, már valakinek tegnap megígértük, de tudja, hogy csak akkor jelentkezem játékra, ha én aznap valójában tudok játszani. Mert ezzel nem csapok be senkit, mert oké, hogy aki írt már SMS-t, de azért azt meg én látom a falon, hogy akik írtak, abból hány volt olyan, aki nem volt jó kedvű, nem volt olyan paszba, hogy azt mondom, hogy szívesen bekapcsoltam volna, és már van mondjuk neki ajándékcsomag tőletek. Miért nem mondtad neki hát azt, hogy ők játszanak majd a jövő hét? Aha, bár fölírom, mert itt írták, hogy majd 25-én érek rá, Anna. Nagyon szívesen fölírlak, tehát hogy tényleg nem csinálok akkor ilyet. Én szerintem az nem jó, mert akkor utána elvárják, hogy akkor engem írjál be kedre, meg akkor én csak kedden tudok játszani, jó fej, akkor te akarsz jó fejet a adásba, akkor legyen kedden. Aki aznap tud, és adásképes, az aznap játszik, aki nem tud, az találjon magának egy olyan napot, amikor tud játszani, mert így szerintem ez azokkal is korrekt, akik viszont aznap jelentkeznek. Igen, nem? Jó. Akkor ha nem tud aznap kezdve... játszani, vagy nem tud játszani, hát az legyen az ő problémája, próbálja meg úgy adásba kerülni, hogy aznap ő elérhető. Hát most nem mi vegyünk föl előjegyzést március 26-ig, mert neki csak akkor jó. Ilyen nem szokott lenni, tegnap beszéltem Andival. Az aznap játszik. Persze. Ha esetleg valakit nem érünk el telefonon, akkor számát azt ad meg Balázsnak, és ő 10 után pedig majd adáson kívül majd hívogatja őket, és majd lejátsza velük. Szia, Bali vagyok, 11-kor nem kerültél adásba. Ki mondtad? És akkor van egy lesz két lista, vezetem az on-air listát, igen, és vezetem a Bali fél 11-től. Csinálok. Jó. Fél 11-től 11-ig Bali vigasztal lista, amikor is játszom azokkal, akik nem kerültek adásba. Jó, rendben van. Na jó, de oké, megfogadom a tanácsot, köszönöm szépen. Ne, ez akkor új alapokra tesszük. Aznap tudsz játszani, érzésemes, nem tudsz, igen, nem erőlteted be magad, mert akkor adásképesnek kell lenni, aznap kell játszani, van másik 100, aki aznap viszont ír SMS-t és tud játszani. Ez nem egy jótékonyság intézmény, ez egy rádió. Jó, csak látod, itt jön azt ki, hogy akármilyen kemény vagyok, mint a Vidia, meg megyek zizitenni rögtön, érted, de igazából tényleg sajnálom őket, és a jó szándékomnak az áldozata lettem.
Hát ez aki van. Tegnap jelentkezett, hát aki de tegnap ma jelentkezett játszott. És ma játszott. De mert ő egy postás, és nem ér rá. Örüljenek az egésznek. Hallgasson legalább, nem mondja el. Nem gondoltam, hogy bedurrantja adásba. A rokonaidnak is mindig elmondott, hogy nem mondta, hogy ismerte. De három hónapja megbeszéltem Annával, hogy ma játszhatok. Én egy lépcsőházban lakunk, nagyon szeretem a pörköltet, amit hoz nekünk mindig. Na mindegy, jó, igazatok van, oké, hibáztam, mea culpa. Azért mondom, hogy új alapok lesznek. Ez olyan emberi. Nekem ez annyira tetszik, hogy ennyi nyers, szigorú, drákói évtized után végre benned is felébredt a lelkiismeret. Köszönöm, Jani. Egy szabad szemmel látható összeget vonjál le a számládról, a végösszegéből, és légy és add le a februári számládat. Egy kisebb középkategóriai autó árát von le, és utána már is... Már is tovább beszélgethetünk, semmi baj. Mindenki hibázhat. Sok pénz marad a kasszában ebben a hónapban, nekem egy hét, Janinak egy hét. Janinak egy hét. Hát ő 120%-on kéri azt az egy hétet. Én hoztam táppénztes papírt. Mondjuk ez sajnos, igaz. Sajnos a könyvelőm nem tudja elfogadni, már jelezte, úgyhogy ott is eljutunk egy hét. Mondjuk a koszpénz baliéknál több lesz egy kicsit a hét végén. Még mindig itt van. Ott van még, na, ez a hivatalos papír, csak mondom. Három napig van a táppénzes papír. Hát vigyázzunk. De nem szoktad elvinni, hanem hogy itt legyen reggel, mikor visszajössz. Itt biztonságban van. Letette, itt marad. Az itt fog megsárgulni. Igen. Na jó van. Hát gyerekek, két dolgon gondolkodom most nagyon erőteljesen. Az egyik az, hogy Szecsődi Kacsi egyre jobb nő, a másik az pedig az, most láttam az újságban. Egyrészt gyorsan ugrod ezt a témát, igen. A második pedig az, hogy szerintetek van most még állása annak a táncosnak, aki a Brit Awardson a Madonnát egy picit így ellenkező irányú mozgásra késztette? Mint amely egyébként indult volna a lassú. Én a hírt azt hallottam, de nem láttam a videót. Attól, meg kell nézni. Attól esett el, hogy ez egyik táncos neki? Attól. Hát az volt ugye, hogy volt egy ilyen az Armani által tervezett ilyen hatalmas nagy stólája, és egy pillanatban neki ezt le kellett volna oldani a nyakáról. De hát ez nem sikerült, mert egy picit, mint ami kettőre volt csomozva, vagy ilyesmi. De a táncos ugye hátulról ezt meg nem látta, hogy begyakorolták azt, hogy egy pillanatban húz rajta egyet, és akkor az úgy lesiklik az ő karcsú vállairól. Aha, de hát nem siklott, nem annyira siklott le, hanem olyat rántott rajta, hogy így a nagysasszony ilyen 3-4 lépcsőt így hátra, hogy még annak is fájt, aki nézte. Szegény. Hát azért és közel a 60-hoz. Tehát az kellemetlen. Hát az közel a 20-hoz is kellemetlen. Igen, az minden. Igen, de ott a Brit Music Awards. Mondd ezt legalább egy Violát, és akkor mindenki röhög vele egyet, de Madonna nem talált ezt nagyon viccesnek. Állítólag hetek óta gyakorolt, hogy nagyon régóta vállalt már el ilyen jellegű fellépést. Nagyon-nagyon készült rá, nagyon oda akarta tenni magát, és hát ugye a körítés is olyan volt, amit tőle megszokhattunk. Hát ez egy nagyon magas színvonalon műveli ezt a műfajt. És hát fia táncos nem láthatta hátulról, hogy Madonna néni azt kibontotta, a szigorú arcot, tudod. Hogy kibontotta el már azt a vacak csomót, érted? Ő mögötte áll, tehát Madonna elől bontja a csomót, a táncos nem látja, hogy kibontódott, nyilván van egy taktus, ahol neki le kell rántani a leplet, ő rántott egyet. Rántott rajta. Hát anyu hátra esett. Hát nem jön, nem Nem jön. Volt boldog? Nem. Tehát, hogy azt a szigort az arcon, én azon gondolkodtam, hogy közben, amíg néztem a felvételt, hogy már nem is arra koncentráltam, hogy most Madonna ezt hogy éli túl meg, hogy ezeket a nehézségeket hogy éveli át, vagy pedig hogy tud átlépni ezen az egész sztorin. Nem. Azon gondolkodtam, hogy a táncosok közben mire gondolnak, hogy amikor kimennek hátra a takarásba. Gondold el azt a hisztériát. Mindenki... Gondold el azt a hisztériát. Na jó, akkor holnap. Az nem. Ott, nem, ott, holnap te nem jössz. Ott kőkövön nem maradt. Tehát egy ilyen előadónak, aki ráadásul nyilván nagyon hiú, és tudja, hogy nézik, de 60 millióan, és az internet a következő három hónapban ezen fog hangosan röhögni, hogy frakolt egyet a színpadot, gondold el ott mi van. Tehát hát letáncolja a profi, lenyomja, bemegy az öltözőbe, és ott kőkövön nem marad, az biztos. Mindenkinek le volt ott sütve a szem elég erőteljesen, amikor kivettek, senki nem mert felnézni. Ha valaki lát a Birdman című filmet, amikor Michael Keaton bemegy az öltözőjébe, és kicsit átrendezi a saját öltözőjét, mert nagyon dühös, na azt csinálta Madonna valószínű. Tehát ő is picit finoman átrendezte ott a Music Awards öltözőjét, igen. De fölkelt profi volt, azt olvastam, tehát táncolt azonnal tovább. Nem igen. Fetrengett ott, mint egy cserebogár. Nem pörgött a figura. Nem pörgött a kitin páncélján. Nem próbálta eljátszani, hogy ez benne van a koreográfiában, még nyomorultabb, hogy akkor egy ilyen helikoptert nyomott volna, vagy egy pörgött volna, mint a cserebogár, tehát fölpattant és nyomta tovább, fel, ugye? Igen, fel, és ment tovább, nagyon kellemetlen volt. És tényleg így komoly esés volt, tehát hogy akár meg is sérülhetett volna, tehát hogy ebből a szempontból semmiképpen vicces a dolog. Nagyon aranyos. Mi hanyat vágódott tetszik. Egyébként, vagy hogy? Hanyat. És 3-4 lépcsőfokot zúgott lefelé. Szegény. Én szeretem látni, hogy nem egy műesés volt. Ha műesés volt, nagyobb bevállalós a nagysasszony.
Lehet, hogy azt gondolod, hogy feldobja a hangulatot egy műeséssel. Aha. Ahogy a mikroszkop színpadon szoktál, amikor bejön a senki sem számít. Igen. Hát ez szegény, az kellemetlen. Valószínűleg az a táncos már nem dolgozik ott. Hát én szerintem már ő valahol egy fekete mosogatóban dörgöli a zsíros tányérokat. Nem tudod hibáztatni, hát mögött állt, nem látta szegény. Ő akkor, amikor le kellett rántani, rántott egyet. Miért nem? Nagyságos az, hogy miért nem kötötte ki rendesen. Az Ármánira fogta egyébként magát. Tényleg? Hogy hát ugye nem is annyira a táncos, lehegyezték ki a dolgot, hanem az, hogy a ruhaszponzor, illetve aki készítették a stólát, egy picit túl gondolták azt a nyakán. Aha. Akkor az Ármáninak van vége. Igen, igen. Nem, igen, elszedne. Jó, meghúzom. Azt, hogy elszedhez se fog lejönni a nyakadra egy darabig. De le kellene jönnie. Ja? Hát miért most mondjátok? Már énekel. Én ezt most megnéztem. Nagyon ugye? Kemény. Úgy. Most már küldjetek egy linket. Nagyot esik? Nagyon. Fonaljárás hátrafelé. Ő nem ment el a tanfolyamra. Igen, ott táncol Madonna egy ilyen lepelben, igen, vagy palástban. Ú, basszus. Ugye mondom a hallgatóknak, szegények, akik nem látják, igen, hogy Madonna szegény. Egy emelvényen áll. Tehát Madonna egy emelvényen áll, a lépcsőnek ráadásul háttal. És ugye a táncos 4 lépcsővel alatta próbálja letépni róla a leplet, és megrántja Madonnát hátrafele, aki háttal áll ráadásul a lépcsőnek. És ugye próbál egyet hátrafele lépni, mert kibillen az egyensúlyával hátrafele, de nem nincs tud. Hova. A rántás ugye folytatódik, és 3 emeletet, vagy 3 lépcsőt, viszont ő lezuhan hanyat. Kemény. De egyébként szépen esik. Tehát van esése a stólának. Tehát egy ilyen lassú, szép mozdulat, és a táncosok követik szegény. Jó, hogy nem hát menek szép. Utána. Hát ő az anya királynő. Érted? Aztán menek utána a herék. De hát ez a rock and roll business, az ilyen. Hogy azért valljuk be őszintén, nem 20 koncerten azért előfordult. Már rockzenészekkel is, hogy nem találtak a lépcsőt, vagy igen, föl, vagy le. Érted? Igen, csak ott nem a ruha volt. Jó, egy palinak ez valahogy mindig jobban áll. Egyébként, amikor egy nő esik, szegény, az olyan medveckis. Egy kicsit, nem? Tehát, medveckis esés, ő azért méltósága, tehát olyan értem, méltósága viselt, hogy utána azért röhögött, tehát hogy látszott rajta. Én azt hiszem, azon ott voltam. Nem, te lökted el, nem? Igen. Nem, én ott voltam, én azt láttam talán élőben. Az megdöbbentő volt, szegény. Tehát, hogy nem értettem, miért rúgod össze a bokáid. Hogy ez mitől vicces. Hogy egész éjszaka mentél utána. Én nagyon sajnáltam szegény, nagyon kellemetlen volt, mert ugye ott ő így táncolt, így díváskodott egy kicsit, és elesett, ugye, a medvecki, és mindig borzongva látom, amikor valakit hirtelen elesik, hogy ez nem jó, mert magadat képzeld, hogy ez milyen kellemetlen. A medvecki nem állt föl azonnal, hanem lemaradt a földön, és ilyen spicbe kinyújtotta a lábát. Azért mondom, hogy ha kvázi tulajdonképpen ez a... Annyira vette a lapot, annyira profi. A fellépés része lenne, és még lemaradt a földön egy pillanatra. Tehát feküdt egy 5 másodperc. Igazi showtáncos. Tehát, hogy még oda végére is berakott egy olyan elemet. Mi ott nem így éltük meg. Tehát ott mi egy tudod, az a... Jaj! Az a... Júj! Tudod, amikor így a gyomorszájadon érzel valamilyen kicsit kellemetlen, ilyen feszülős, ilyen nagyon rossz érzés, és 5 másodpercig oda se lépett hozzá senki. Tehát nem tudtad, hogy most tényleg fél direkt, vagy mi történik. Csak kinyújtott a spicbe a lábát, ott még bogár táncolt egy picit szegény kémat hanyat fekve. És kilépett oda végül egy pap. Tessék? Az utolsó keretben földet vittek. Utána ő fölkelt, nem? Azt hiszem a buci ráugrott, hogy hát a történik valami. Szóltak neki, hogy András, ezt csinálom. Az, ami... András, ez nem az. András, elok ezekkel. Nem tudom, nem tudom. Valaki aztán talán fölsegítette, vagy fölállt magától, de mindenki úgy élte meg, hogy jaj, szegény. Tehát ő kellene, én sajnáltam, kellene kellemetlen. Nem jó nyilván, hogy táncolsz, de. És akkor ott elesen. De idén már sokkal óvatosabb volt. Én olvastam, én már nem voltam akkor ott. De olvastam az újságot, hogy nem, hanem én megkapaszkodtam, és utána kezdett el csak táncolni. Ja, hogy idén is táncolt, igen, nem idén is táncolt, csak amikor úgy érezte, hogy akkor eljött a bugi pillanata, akkor belekapaszkodott így az asztalnak a szélébe, és már úgy, ugye, óvatosan rakott a jobbra balra a lábát. De mit csinálsz egyébként, ha elesel? Tehát melyik a jó? Fekszel egy kicsit? Nem, nyilván nyomod tovább. Tehát hogy itt ezek halálosan profik fölugrott. Akkor tényleg el kell indítani egy helikoptert. Megpróbálod eladni, hogy benne volt a koreográfiában. Így van. És akkor csinálok egyet, és esetre egy féltérre állok, és akkor... Viola! Én mindig azt mondom, hogyha elesel valahol metrónál mozgó lépcsőn, csak maradj lent. Egy picit maradj le. Kivéve a mozgó lépcső. Akkor úgyis vizem mozgó lépcső. Tehát tényleg? De lemaradni?
egy pillanatra lemaradni, mert szerintem sokkal rosszabb, én nagyon zavarta meg, próbálsz hirtelen fölkelni. Ha lemaradsz, fogod a kezedet, és így berakod a tarkodat. Ja, persze. Hát, nyilván az első az a jobb tenyeremet beteszem a jobb állam alá, előveszek egy cigit és rágyújtok. Tudod. Nézelődsz egy picikét. Tehát éld meg a pillanatot, és akkor már egy kicsit maradj le. Tudom, hogy ez nehéz, de ott van a varázs. Ha lent tudsz maradni, ha hirtelen fölállsz, akkor mindenki érzi, hogy te is, de ez neked is kellemetlen. Ha egy picit fekszel a deákon, és valahol hárman állottak rajta, és finoman, kényelmesen kezdesz el szedelőzködni, akkor nincs baj. Szegény Madonna, igen. Na, gyerekek, gyors témaváltással, mert hogy be van nekünk készítve Wolf Kati, felhívjuk, mert hogy tett egy nagyon helyes kis fogadalmat. Na, jöhetsz. Tett egy nagyon helyes kis fogadalmat, és úgy néz ki, ez valóra is válik, mert hogy ő azt mondta, hogy ha bejut a dal döntőjébe, akkor utoljára még egyszer elénekli a VUK-ot. Nem tudom, hogy kinek, Pieroéknak, vagy rádióban, vagy tévében, vagy bárhol. Hát ott csak a dalnál nem énekelheti, ott csak a izét, hát a saját dalát, igen, de hogy akkor ő utoljára még soha többet alapon, mint egy letéve ezt a szörnyű karmikus terhet, hogy ő énekelte 8 évesen a VUK-ot, elénekli utoljára a VUK. A VUK? Egy kínai VUK a VUK. Egy nagyon kedves kis szakács rókáról szól a történet. A VUK kínai változatát, a VUK-ot. Elénekli utoljára, és megkérdezzük, hogy esélyese, hogy ezt még akkor hallhatjuk tőle, egyáltalán mikor kerül ő döntőbe, és hogy miért tett ilyen könnyelmi fogadalmat. Bár a mai dalmezőnyében döntőbe jutni gyerekek, azt, hogy hárman összeálltunk volna is. De ez nem veszélyes egyébként ez a dolog? Annyira színvonaltalan szerintem ez az egész, ami ott zajlik, mondjad? Nem veszélyes ez a dolog, hogy ő elénekli esetleg a VUK-ot, és aztán ezt jutatják ki? Tényleg, de ki menne most? Mert hogy tudod, hogy én ennek a híve vagyok továbbra is, hogy őrülteket az Eurovízióra. Hagyjuk már, most a újra nagyon keresünk egy teljesen jellegtelen dalt, őrülteket az Eurovízióra. Ki menne Wolf Kati a VUK-kal? Na, hát, meg van a kép, hogy ott a döntő, ki megy a zsűri elé, ott ülnek Pieroék, és de úgyhogy senkinek nem mondaná el, és mindenki azt hiszi, hogy ha kijut Kati, akkor azzal a dallal jut ki, ahogy mentő, ugye 3 évvel ezelőtt, baromi jó dal volt. Jó, ez egy bombasztikus popdal volt, érted? Gyakorlatilag az oda készült. Az nem jött be, akkor pont az ellenkezőjét kell csinálni. Igen. Na, mindjárt meg is kérdezzük, erről itt van Wolf Kati. Kati, jó reggelt, hello! Reggelt, jó reggelt, hiattam. Itt van Kati. Tehát ilyen könnyelmű fogadalmakat teszel, hogyha bejutsz a döntőbe, te VUK-ot énekelsz újra. Hát azt hittem, hogy tőle már szabadulnál életed végéig. Nem, egyébként nem. De annyira, nagyon-nagyon sokan szokták kérni. Még mindig lemegy egy koncert, és akkor nyilván nem éneklem, tehát hogy van azóta már dalom, és aztán a végén jönnek, ott tényleg ilyen meglett nagypapák. Kedves művésznő, a VUK-ot énekelte. Így gondoltam, hát igen. Szerintem, ha már fogadalmat teszel, az magadnak lehet komolyabb, de hát egy ilyen műsorban lehet viccelődni. Meg tuki az a dal. Egyébként helyes, tényleg. Haknikon kérik tőle, tehát lenyomsz 6 dalt, visszatapsolnak, és akkor kiabálnak az első sorban, hogy VUK-ot, VUK-ot, tényleg. És akkor tudod már sörre, VUK-ot, nagyon vittes. Aha, igen. És miért nem egyébként? Fura lenne, vagy? Hát igen, mert szerintem ez egy gyerekdal, meg egy aranyos kislány elénekelte, akkor most ezt így nénének a hangjával már ne akarják hallani megint. Uh-huh. Na, de most azt tettél egy fogadalmat, azt olvassuk, hogy ha viszont bejutsz. Igen, de hát ilyen vékony kis hangon énekeltem, tehát úgy csináltam, mintha mint egy kislány énekel. Szóval nem csináltam, gondolkodtunk, hogy... És Piero lehúzta? Nem tudom, látták-e? Piero lehúzta, Fili 10 pontot adott ez a... Csészár előtt pedig mondott valamit, de senki nem értette. Az egy rádiós dal. Azt mondták, hogy ez a legjobb sláger. És ez a legjobb sláger, igen. Egyébként tényleg. Nem, hát nem ott a színpadon fogom, mert online ment le, meg azt nem talán valami kis összeállításban lesz benne. Tehát, hogy azért ezt nem a kiállók és a zsűri előtt nem fogom prezentálni. Arról beszélni, hogy mekkora csavar lenne, ha mondjuk kijutnál újra, örülnénk, és mindenki azt hinné, hogy az új daloddal mész, hogy a ne engedj el, talán ez a címe, vagy igen, ne menj el. Ne engedj el, és hirtelen senkit nem beavatva egyébként a VUK-ot megjelenél. A Gudi fölkonferálna, végre itt jössz, van Wolf Kati, a hazai versenyző, gyerekek, óriási a dal is. És először mindenki azt, hogy rosszul hall. Két ember örülne a szerzők, a jogdíj miatt, meg a kiadó. És ugyanabban a cuccban nyomlád el, amiben annak idén a szép hosszú lábaidon, ez a szép rövid szoknya. Szerintem jól mutat.
Igen. Jaj, de csináltunk két szoffot, igen. Vagy hát ahogy konferáltam a kínai változatát, a bokkot. Igen, az nem más. A bokkot, azt igen. Lehet, a hongkongi időszakra viszont. Mi lesz, hogy érzed? Egyébként kijutsz újra, vagy van esélyed? Ezek nem mondok semmit. Igen? Hát nem tudom. Szerintem nem lehet tudni. Meg ugye a végén majd a négyből már a közönség dönt. Úgyhogy szerintem sose lehet előre kiszámolni, hogy ő. Mert azt, hogy a zsűri mit fog kb. Mondani, szerintem azt már lehet érezni, hogy ők melyik produkciót hova szorolják. És hát én nagyon bízom benne, hogy a négybe bejutok. Aztán, hogy van a közönség mit dönt, azt szerintem nem lehet tudni. Nem, sem akarlak olyan kompromitálni, még ne is válaszolj, de azért nem erősek ezek a dalok. Már nem a tiédre gondolok, hanem... Én nem így érzem. Én érzek benne jót. Ha meg szerintem vannak nagyon jó előadók, akik viszont nagyon erősek, és egy jó előadó mindig elviszi dalt, akkor is az gyengébb. Ha, kiváló előadók vannak, persze. Hát a hazánk legjobb előadói vannak ott, ez vitathatatlan, csak valahogy... Csak róluk mi tudjuk, hogy jó előadók egyébként. De, igen, na de hát amikor meghallod a dalt, akkor azért szerintem, mert akiben van töltet, az mondjuk egy olyan dalba is, ami lehet, hogy a célközönség nem szereti, abba is át tudja adni magát, és figyelj, akkor azt szereted. Tudod, miért nincs igazad? Mert csak. De hogy az van, hogy amikor látod ezeket a rutinos előadókat a színpadon, akkor te, mint magyar néző, mint rajongó, az összes többi dolgát szépen így mellé pakolod, úgyis, hogy abban a pillanatban nyilván azzal az egy dal alatt elfoglalva, de hogy így érted, tehát hogy a nimbusz az lefoszlik az emberről akkor, amikor kimegy. Ez így van. Egyébként a németek csináltak akkor, amikor én kim voltam Düsseldorfban, azt, hogy az előző évi nyertes nő kapta meg a feladatot, és adtak 10 dalt, és a dalt kellett kiválasztani a közönségnek. Mert az úgy már érdekes, hogy akkor egy előadó, és akkor választani. Az jó, ha? Az okos. Igen. Tehát, hogy megvolt az előadó, és hozzá választott a közönség. Aki nyert a következő évben, ő énekelt el az 5-10 dalt, és tehát egy előadó adta elő a 10 dalt. Na ez az igazi dal. Igen, tényleg csak dalra szavaztál. Hát, de ott is nyilván van egy szimpátia. A fél ország mondjuk bírja azt a énekezőt, a másik meg nem, akkor meg még nagyobb a fölháborodás. Most miért nem az én kedvenc énekeztem el versenyt? Hát igen, ez marra nehéz, mert sose lehet elvonatkoztatni, de azért alapvetően szóval kint is lesz egy képe az előadóról abban a pillanatban valakinek. Jó, mondjuk nincsen hozzá előzetes élménye. Kivéve, ha én megyek. Igen. Én nem vagyok nagyon otthon az Euróvíziós történelemben, de ez sűrűn előfordul, hogy egy előadó többször is kijut. Hát nem sűrűn, de van, aki már háromszor is volt egyébként. Mondjuk azt talán egyedi. Olyan, aki kétszer volt, olyanok már voltak. Meg mondjuk sok olyan van, aki egyszer előadóként, egyszer, mit tudom én, szerzőként. Uh-huh. Ja, az más, de most itt konkrétan ugye arra gondoltam, hogy ha te nyersz, akkor másik jár. Magyarországként legtöbbször DJ Dominik? DJ Dominik és Filip. Ők már 8-10-szer megnyerták az Euróvíziót, csak még nem énekeltek. Bár egyébként egy duót megnéznénk egyszer nagyon szívesen. Ilyen, ő nem volt még én sokszor, azért olyan morcos állandóan. Ő csak előválogat, igen, nem viszik ki. Szóval Magyarországon kétszer még nem is volt egyébként. Nem, itthon még nem. Itthonra még nem, mert másszor már volt, már előfordult. Na és mi van Hongkonggal? Hiányzik? Nem. Nem szeret. Én hallottam mindig, amikor beszéltünk, nem szeretted, ugye? Valahogy nem éreztette ott jól magad. Nem. De biztos az én hibám is, mert én nagyon nem is próbáltam megszeretni. Azért lehetem, ki volt, aki próbálta, tehát azért állítólag lehet, de nekem nem sikerült. Hát nagyon már. Hát igen, más európai országban még az ember talán európaiként, magyarként megveti a lábát, de pont egy ázsiai országban azért az nagyon más kultúra, más szemlélet, ott minden nagyon más. Így van, minden más. Gyerekeket hazahoztátok, vagy ők maradtak? Hogy kérdezhettél ilyet? És a férje lenyomta. Mert tényleg kint vannak. Elég ebből. Hát hívjuk vissza még egy pillanat, csak köszönjünk el tőle, ne így legyen vége. Jaj, valaki azt érdekel, Szecsődi Karcsit az Euróvízió. Hát figyelj, tavalyi nyerteshez. Egy jó szakállat növeszt. De most nem lenne jó, gyerekek, hát hallgassam. Az már utánlövés, most bajusz kellene. Hello, Kati! Na, itt vagyok, mert nem bírta a hongkongi témát a telefon. Nem, az teljesen lefűzött. Szóval, hogy ők is hazajöttek akkor, persze. Igen, hát ők aztán nagyon boldog el. Igen. Na jól van, hát rukkolunk akkor neked nagyon. Nagyon szépen, köszönöm. Mondhatni talán téged kedvelünk leginkább a mezőnyből. Nagyon kedvetek. Neked van, vagy veled van a legszemélyesebb kapcsolatunk, úgyhogy hajrá, drukkolunk. Nagyon szépen, köszönöm. Jó, oké. Ez mikor lesz, holnap már? Vagy már mi döntünk erről? Holnap? Képbe vagytok. Aha, holnap. Figyeltünk végig, persze. Ne viccelj, hát. Minden műsort láttunk. Olyankor szoktunk összeülni hárma, hogy ezt megnézzük. Egyébként úgy kell ezeket a műsorokat, pedig nagy barátok. Figyelj, rádúszítjuk a hallgatókat.
hallgatóinkat, hogy, hogy szavaz, aki minket szeret, és aki a Morning Show-t szereti, szavazzon rá, hát elhanyagolható a többi dal egyébként. Úgy fog gyűlölni, hogy azt ti nem tudjátok. Így se, úgyhogy szerettek egymást, hogy ne törődj veled. Ez a műszeretet. Ezt az érzést mi megszoktuk. Minket is utálnak, ti is utáljátok egymást. Engem is utáljanak. Viszont mész ki Bécsbe. Jó, aki velünk van, aki kedvel minket, aki téged kedve holnap rád szavaz. Jó? Nagyon nagyöttek vagytok, de nézzétek meg a műszert egyébként. Nem, jó. Azért mindennek voltára. Nem, hát azért. Nem, szóval azért nem, ez rövid az életem, de nagyon drukkolunk neked viszont. Jó? Inkább kiporszívozok. Nem, inkább kiporszívozok, igen. Kati, puszilunk, vigyázz magadra. Köszönöm szépen nektek. Ciao, volt Kati. Holnapra, hello. Gyerekek, annyira jelektelenek ezek a dalok, komolyan mondom. Én sokszor szerettem ezt a műsort, megnéztem, most a halálosan közhelyes dalok vannak, akkor már menjen a Kati, nem? Gyengék, az idei dalok egyébként gyengék, tehát egy slágergyanús dal nincs. Nem igazán jó. Leszámítva a Leander Lótát, de hát az ugye tudjuk, hogy általában berakják a rockzenekar csak azért, hogy legyen egy ilyen, egy és aztán tudja, hogy nem, picit ijesztő, nem elég bátrak. Nem elég bátrak ez. Picit ijesztő, hogy most jelen pillanatban a magyar popszakma ennyit tud dalilag, úgy értem, tehát nem előadóilag, mert zseniális hangú, torkú, női, férfi előadóink vannak ebben a műsorban, ez nem vitás, hogy tényleg nagyon komoly kvalitások vannak, mint a dal, mint muzsika, hogy ennyire közhelyes, nyugodt. Ez a dalszerző kritikája, mert hát a hogyne? Hát a legjobb előadók indulnak el, egyenketten azt mondják, hogy nem, de persze kiváló énekesek vannak ott. Tehát ezt senki nem vitatja. Más kérdés, hogy szerintem nem írnak nekik megfelelően elég jó dalokat, nem? És ez az egész egy kicsit egy ilyen féllejáratos félblama nekik, hogy elmennek, lezsűrizik őket, azt kiesnek, halálci ki. Nem? Ez se indul. De. Fél 8 múlt pontosan 7 perccel, akkor hol Katinak drukkolunk, jó? Jó. Gyerekek. Jó, hát Katinak drukkolunk erősen. Jövünk Oven bácsival, Beru nénivel, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 3:48 múlt pontosan 3 perccel. Ez a szevasztok, még egyszer köszönjük, hogy eljöttetek. Ilyen a pontos idő. Hello, M1-esen Pest felé trafi, CB rádió hallottam, amúgy hegyes halom, Kecskemét hatóság és balesetmentes, M1-es, M0-as, M5-ös szép napot nektek, erre minden oké. Dávid küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. 82-es út Gézaházánál baleset a ködben, út lefagyva, óvatosan menjen mindenki, küldte nekünk Taki, és azt nézem, hogy igen. A Gider utcában a harmad utca felé van egy trafi. Köszönjük szépen. Na, ez egy új dal volt. Király Viktor. Többen kérdezitek, hogy mi ez az új dal. Király Viktor dala volt egyébként. Viktor is nagyon tehetséges. Nagyon jó. Jó kis dal. Jó kis dal, így van. Na, mi pedig játszunk. Itt van a játékosunk. Rányítunk Oven bácsira, Beru nénire, és megnézzük, hogy mit csinál ez a két kis helyes idős ember. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Amália vagyok Győrből. Amália, micsoda határozottság, micsoda elszántság. Csak így lehet. Hát csak ilyen reggel után. Na, milyen a reggeled, mi történt? Hát nem, csak így elbeszélgettünk az Annával. Na, hát már megint? Kicsit avasz valaki? Simán már hetek óta beszélgetünk minden reggel. Igen? Magányos aha. vagy mi van? Hessék? Magányos vagy? Vagy hogy minden nap fölhívod az Annát, kicsit beszélgetünk? Nem, az Anna magányos és ő hívja. Vagy az Anna hív téged, vagy hogy? Így van, ez már egy régi kapcsolat, tudod, Balázs. És Anna igényli? Na most aztán megint vagy megkapjuk te. Majd, hogy Anna régi kapcsolatai játszanak. Anna rajtad már átok ül. Két hete fölírtam. Családtagom. Most már nem merek másba bekapcsolni. Hétfőgyén úgyis a születésnapi zsúron találkoztok. Persze. Amália, és hogy telik a reggeled, hogy miért mondtad, hogy ilyen reggel? Hát most már teljesen jól, hogy visszahívtatok. De mi volt eddig a baj, hogy... Amúgy is nagyon pozitív ember vagyok, úgyhogy nagyon jól állnak a reggeleink. Igen. De van két szép fiam, egy szerető férjem, úgyhogy nagyon aranyosak. Őt is szeretjük, csak mondom. Itt van régóta, megszokja. Mekkorák a gyerekek?
3 és 6 éves. Aha, akkor lassan iskola, nem? Így van, szeptemberben megy. Akkor már suli választás, felkészítés. Annyira választás nincs, ez egy kis község, egy nagyon szép kis falu, úgyhogy ide fog járni helybe. Ezt, én ezt mondom otthon is most állandóan, ez megy, különböző iskolákba kell hurcolni a 6 éves lányomat, hogy hova kell majd járni, meg most átraktak másik helyre bennünket. Nálunk mi volt? Egy helyre járna, nem? 12 évig. Hát anyám így beállított körülbelül, iskola felé, menjél Ferike, ahol már nincs tehén, az az iskola. Bementünk, az jó volt. Bokádnak a meg már van az MGTS. Ott gyere vissza. Oda nem menj be, csak szólj apának, hogy jöjjön már arra, meg két napja nem látunk. Az ebéd. Honnan hívtál minket, Amália, vagy merre laksz? Györéből, Tolna megy, egy nagyon szép kis falu. Egy nagyon szép kis falu. Így van. Mivel foglalkozol? Hát most jelenleg itthon vagyok a picivel, amúgy vendéglátóztam, úgyhogy most szakmaváltás a fiúk miatt, úgyhogy majd lesz valami. Hát lassan viszont a kisebb is megy óviba, 3 éves kortól, tehát újra felszabadulsz, igen, nem? Igen, így van. Na, az egy kicsit azért jó, nem? Hogy az emberi visszakapja az életét. Hát, fene tudja. Nem? Nem jó? Hát, lehet jó lesz, igen. Én úgy érzem, hogy te szeretsz otthon lenni, ugye? A srácokkal. El vagyunk, az biztos, hogy el vagyunk, kitöltik a napomat. Hát van, meg ott van még Anna is, ugye? Tehát, hogy a két gyerek, meg Anna, azért van neked is dolgod bőven. Igen. Na jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berúnén, én figyelj. Micsoda, aktív játék. Hihetetlen. Vízilabda. Igen. És milyen ügyes, hogy leseesik a labda, nem? Fantasztikusak. Csak kicsit száraz a tenyerük. Igen. Hopp, most leesett. Na figyelj, mutatjuk az éneket. Ne. Fú, ez nagyon gyors volt. Nyomnátok még egyszer? Nyomjuk, még egyszer, persze. Kétszer nyomni mindig jó. Ne. Mit mondanak a gyerekek? Ott vannak melletted. Igen, ők is azt mondják, hogy nem nagyon ismerős ennyiből. Mutatjuk még egyszer. Oké. Ne. Hú, ez magyar szám? Hát nem. Segítsetek, fiúk, nem magyar. Nem, nem magyar. Hát akkor jöhet egy hosszabb részlet. Akkor külföldi? Azt hittem, azt kérdezett. Éppen reggeliztet, hogy mit csinálsz? Nagyon nagy a forgalom. Nem, éppen meg itt a teljes kávét, és most kérne neki még. Teljes kávét iszik a gyerek. A vers. Simán. Jó, presszót, lefőtt. Egy orisztretot kap a gyerek reggel, elaludjon az óvodában. Igen, elfolyott itt. Ő van velem itthon, úgyhogy ő felpörög minden reggel. Most nézd, hogy most mi van, hogy anyának a hangja a rádióba. Nem mutatunk egy hosszabb részletet, figyelj. Aha. Ezzel ma te belenyúltál, szegény. Fú, rendesen belenyúltam. Ezzel nagyon. Előttől kerülök be, de nem. Amália, ez szegény, ezt most nagyon megnyerted. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Nem mutatjuk még egyszer. Elvesztettük. Na. Addig Jani eldudolja neked. La. Igen. La. Jó. Tényleg elvesztettük egy pillanatra, de mindjárt itt van. Várjál, szakkörözünk. Elvesztettük. Adjunk mást. Igen. Basszus, eltűnt. Kitöröltük? Aha. Hú, gyerekek, ufó. Mi van? Látjátok? Ezerszer mondtam nektek, hogy azt a gombot, ami nem kopott, ne nyomjátok meg. Del felirat van rajta. Gyerekek, eltűnt. Na. Ufó. Na, elvittenek akkor egy újat. Ufó. Elvitték a ufó. Mi van? Adjunk újat neki. Igen. Ne, nincs meg. Elég ott a zsűr melletted, vagy hívjunk meg szakembereket? Figyelj, ketten nagyon nagy szakkeresek vagyunk. Újra indul az egész. Na, egy másik gaj. Rövid részlet jön, nagyon rövid. Honnan beszélsz, hogy hívnak? Figyelj, újraindítjuk, hallgass meg. Na. Lehet szép az ég, Jézus. Lehet jól van. Jó, biztos jó lesz. Aha, nem akarsz indulni a dalon? ott lenne a helyed. Nem tudod, ez minden reggel megszoktam, hogy dudorázom, mindig eltalálom, és akkor ez most jött magától. Na. Lehet szép az ég? Igen. Micsoda, lehet szép az ég. Lehet szép az ég, csak és... legyen jó sok fű. Lehet milyen színű? A színeket tett helyre, és akkor elfogadjuk. Lehet szép. Kék az ég, és zöld a fű. Mármint ne szabaduljunk. Ebben van egy csavar. Péntek van. Volt ott egy csavarra a szövegben. Igen. Ugye zöld az ég és kék a fű, de mindegy igazából. A lényeg, hogy rájöttél, hogy melyik darról van szó. Eltaláltam. Jó. Az előző az egyébként az a John Travolta lett volna, de eltűnt a gépünkből. John Travolta. Azt te nyírtad ki, mert utálod.
Igen. A gríz. A gríz lett volna, azt hiszem. Hogy arra nem jöttél volna rá, azt mondod. Nem. Pedig jó kis színész. John Travolta. Jaj, Istenem. Szeretett tényleg? Hát, nagyon, nagyon jó. Ez most mi volt? A ponyveregényben jó volt egyébként. Teljesen igen. Ott volt. Meg a szombatesti láz. Fúj. Úristen, de utálom. Megnézzük. Tudjuk neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Igen, benne is lesz minden. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm, szia. Szia. Hello, hello, hello. Na, az Isten somosolerónk, hogy vidéki rokon. Nem, gyerekek, ez a reggel már... nem a miénk, ja, az is igaz. Igen, ez a reggel már több sebből vérzik. Moszkván nincs lámpa, rendőr irányít, beállt, mint a... Se baj, kitérdik el Oroszország. Beállt, mint a nagyon, igen? Igen, beállt, mint a nagyon, mert hogy nem ez az SMS vége. Pécsen a Komlói úton a budai vám felé haladókat mérik. Már 50-es tábla van, ezt Viki küldte nekünk, valamint M3-as trafi a 215-ös kilométernél Nyíregyházára menőket mérik. Dzsingó üzente, úgyhogy ott is mindenki menjen egy picit lassabban. 4 perc van, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlott, 11 perccel itt vagyunk. Szintok. És folytatjuk a péntek reggelt, ami kicsit zűrzavaros. Jegyek még korlátozott számban kapható. Így van, élő stúdió felvétel a Morning Show-val, lehet jönni közönségnek. Egyébként, szóval, hogy itt a játékok körül van egy-két zűrzavar, de kezeljük a helyzetet. Már a szoftverünk is úgy néz ki, hogy megjavult a Boom szoftver, már a jövőben egészen biztos, hogy majd működni fog. Volt egy kis kihagyás. És Zsül bal kezét is, amit amputálnunk kellett büntetésképpen, berakjuk egy hűtőládába, és később vissza fogják varni a hétvége folyamán. Illetve addig kiállítjuk, mint szent jobbot, amit levágtunk, ugye, és körbevisszük a városon. És lesz majd körmenet is, ami hozzá kapcsolódik. Budai alsórakpart észak felé lassan halad Melinda köszi. Trafi van az M3-ason a 205-ös kilométernél Budapest felé, ezt Kozi küldte nekünk. Trafi az M7-esen Kanizsa felé a 144-es kilométernél, ezt pedig Sanya küldte. Valamint robotpilóta üzeni, hogy celldömölk kamera, fehér furgon. Mindenki vigyázzon. Szél Kálmán úr elesett minden irányból. Silin erőzeni nekünk. Miskolc Diósgyőr felé mentők, tűzoltók rohannak. Nem tudtok valamit? Egyelőre nem, mert senki nem küldött semmit. A Szabadsághíd Pest felé beállt, üzeni Csaba. Moszkván nincs lámpa, rendőr irányít, beállt, ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Pont tegnap jártam arra, gyerekek, ott nagy rumli van most, ez nem néz ki jól. Sávelhúzások. Hú, az most ott igen, az egy háborús övezet konkrétan, de szép lesz majd nyilván. Csak hát most ott építkeznek, nagy rumli van. Nagy 2016-ig erre kell számítani. Igen? Azt hiszem, ugye? Azt mondtuk, 2016 tavasza talán ez a dátum, amikorra kész kell legyen. Tegnap este az autóban hazafelé tartva hallottam a rádióban, hogy a magyarországi kiadó falut népszerűsítettétek, és már a BBC rádióban is szó volt róla, felvetették, hogy milyen olcsó lehet Magyarországon. Jönnek utánuk a nyomorultak. Ennyi. Tényleg. Ez jönnek, tényleg jönnek utánuk. De most mit csináljunk? Nekik is kell egy csont. Igen. A Filér utca befelé áll, azt nézem még, és az Instagram oldal élő-e? Kérdezi valaki. Hát több. Hogyne. Igen. Így van, most terveztünk például egy fotót Balázs Köldökéről, ezt fogjuk felrakni legközelebb. Igen, de ez csak egy-két hét, nem? Igen, egy terv. Jön. Él az Instagram oldal, lájkoljatok bennünket, egyébként már elég sokan vagyunk, nagyon klasszul haladunk, már 28 ezeren vagyunk már az Instagram oldalunkon, még 2-3 naponta nő egy ezrecskét. Hát, ha még kép is lenne rajta. Hát, ha még élet is lenne az Instagram oldalon, de lesz, tehát ha valami olyan történik, akkor ez nem egy öncélű oldal, hogy minden csipcsú dolgot kirakni saját magunkról. Ha valami olyan van, akkor azt természetesen kommunikáljuk. Ez nem olyan, hogy munkácsinak odaszóltak, hogy akkor ma is van egy kép. Ennyi. Misibá. Ez nem így megy. Jön az ihlet, vagy nem jön az ihlet. Nem jön az ihlet, nincsen kép. Ennyi. De ha jött is az ihlet, akkor még a kidolgozás is idő, nem? Egyértelmű. 28 ezeren vagyunk a Facebook oldalunkon, kb. 300 ezeren, de az Instagram az egy olyan elit közeg. Ott olyan kevesen vagyunk, vagy kevesebben, de oda csak azok csatlakozhatnak, akik értékelik ezt az elit társaságot. Kicsit más típusú fotók, más típusú felhasználás... máshogy használjuk fel, más a módja a felhasználásra. Ne szerénk egy érte. Milyen szánt? Milyen szántó fotók vannak fönt, így van. Ne szerénk egy, te vagy az Instagram munkácsi. Így van. Na, egy érdekes hírre bukkantunk, és én nem tudom, hogy pontosan mire véljem a dolgot, mindesetre tetszik a dolog. Frey Tamással lehet, gyerekek, Miami-ba menni, mert hogy felfedeztük, hogy egy oldalon Frey Tamás magát hirdeti, mint repülős út, már nem az ő hátán lehet repülni. Tud repülni a Frey? Igen, egy utazási oldalon hirdeti saját magát Frey Tamás az utazási irodával együtt, és a hirdetés arról szól, hogy Frey Tamással lehet elmenni
az Amerikai Egyesült Államokba, azon belül is Floridába. Uh-huh. De ő már ott van, nem? Ő ott vár bennünket. Tehát amikor kimegyek, akkor ott lesz már a tanács. De várjál, leszállsz a reptérén, és ott áll a Freyhöj Rákóczi táblával a kezében? Vagy? Akár ott is áll. Az egyik kezében ez ilyen nyíllal megjelölve, hogy ő Frey Tamás, és a másik kezében pedig ott egy tábla, hogy Rákóczi család. Arról van szó, hogy Frey Tamás az idegen vezető. Uh-huh. Frey Tamás az idegen vezetőt, ha te megvásárolod ezt az utat. Hozzá. Visz körbe Miami-ban? És ő körbe visz Miami-ba, Frey Tamással tölthetsz el te egy hetet, és Frey Tamás lesz a te idegen vezetőt. Megnéztük, egyébként utára jártunk, úgy néz ki, hogy az oldal az nem valamiféle média hack. Frey Tamás vállal pénzért idegen vezetést Miami-ban. Miami és ami mögötte van. Miami és ami mögötte van, így van. Tehát Frey Tamás a te idegen vezetőt. Hát azért zseniális. Azért elég jó. Egy nagyon szórakoztató, nagyon tanult, nagyon informatív csávó. Felkészült, aki jól mesél, és ott él. Tehát minden tud a dologról, ráadásul mindenki ismeri, híres ember. Szerintem tök jó a tudja, dolog. Tudja, hogy hol a legjobb a kávé, nyilván. Nem tudom, hogy nyitott. Egyébként. Ő lesz az úti kalauz, közel 350 000 forintért. Nem tudom, hogy ez most az ő gázsia, vagy ebben az egész út benne van. Ha az ő gázsia az jó, ha az egész út szerintem ebben nincs benne repülőjegye mindennel együtt, egy hét Miami 350 000, az nagyon olcsónak tűnik. Uh-huh. Minden esetre megyünk, a közel jó, már be is fizetünk egyébként. A részletfizetési lehetőséget választatok. Embetű, Miami, embetű, Monor. De hogy van ez egyébként? Tehát, hogy Frey Tamás ott áll a repülőtéren, vár téged. Egy Frey Travel felirattal, ami nyilván nem létezik. És akkor Ausztráliában meg ott várnak Palikék, és ízében Regensburgban meg Haki Tamás, vagy én nem tudom, tehát, hogy minden ilyen külföldre szakadt hazánk fia, egy körbevezet majd minket ott, ahol egyébként akkor tájt éldegél. Ez szerintem ez csak, nem tudom, lehet, hogy nem egy alkalom, tehát lehet, hogy több is van a történetben, de hát ez pont ugyanaz, mint amikor veled lehetett buli repcsivel menni a nem tudom hova. Nem? Nem valami hasonló? Igen. Annak idején ugye úgy volt meghirdetve, hogy magyar zenekarok. Akkor Tamás is levar mindenkit? Én nem tudom, hogy mi volt ki. Nem bántottam senkit a buli repcsi. Csak aki akarta. Nyilván nem arról van szó, hogy Tamás kint vár a repülőtéren tényleg egy horvát család feliratú táblával. Fölszáll egy 40 személy. Beülök együtt egy ilyen kis golfautóba, és akkor így végigfurikáznak a városon. Igen, beültek egy 40 személyes buszba, és akkor azt mondja, hogy megérkeztünk a nem tudom milyen Miami Resort, az itt a horvát család, a kis család és az Ábel család szálljon le, és Frey Tamás becsakolja őket a szállodába, leadja az útleveleket, majd felszáll a 40 személyes buszba. Tamás, Erzsi, Tamás, ők a kicsik. Tamás. Írtunk Tamásnak levelet, nekünk nagyon jó a viszonyunk egyébként vele, többször volt itt a műsorban. De nem, ő veszi a lapot szerintem. Nem fog ezen megsértődni. Hát gyerekek, ez van. Hát most utazási iroda. Ha ezt felvállalja, hát akkor nyilvánvaló, érted, akkor erről lehet beszélni is, nem? Tehát ez egy nyilvános oldal volt. Érted, nem kellett rákattintani, hogy ön elmúlt már 18 éve. És a Frey Tamás az idegenvezető, mert ugye az idegenvezető mindig úgy hívott, hogy te ott kint az idegenvezető segít neked mindenben. Engem van egy pocakrontásom kint Miami-ban. Akkor én éjjel kettőkor felhívom a Tamást, hogy vigyen ez el. Ez a pocakrontás? A pocakrontás. Vudu átok. A pocakrontás, gyomorrontás. Egy pocakrontás. Tehát van egy pocakrontás, ami ilyen kell. Hova menjek, mit csináljak, Tamás? Akkor a Tamás elvisz engem Miami-ban egy kórházba. Először visznek egy gyógyszert. Ha nem segít, akkor pedig elvisz a kórházba. És hoz nekem szenet? Igen, és nyilván azt a helyet, például azt a nyilvános vécét meglehetősen komolyan feldiszkózza. Tehát, hogy neki be kell mutatni a helyet. Tehát, hogy amikor te elmondhatod neked, ugye pocakrontásod van, ahogy fogalmaztál, akkor a Tamás elvisz egy ilyen nyilvános vécéhez, és elmondja az összes tudnivalót, amit egyébként. Elmondja, hogy neki milyen élményé voltak, hogy ő mekkorát, és milyen kellemeset. Igen, hosszabb idő. Mi a program? Első nap elindulok, ott még nincs Tamás. Miami Beach-en leszállok, transfer szálloda. Ott nincs benne, hogy Tamás. De én akkor már nagyon várom. Mit vársz? Hát Tamást. De addig lehet képeket nézegetni róla, vagy pedig meg lehet nézni korábbi, ahogy írják a dossziékat. Állunk a szállodában, mondjuk hárman ott vagyunk, én csekkolok be, te már támasztod a bárpultot, te eszed a gabonafasírt, a szendvicsedet alufóliából kicsomagolva. És nyugtatom a gyerekeket, hogy mindjárt jön Tamás bácsi. És nyugtatod a virágot, hogy mindjárt jön Tamás bácsi. Hozza a frappéka. Oké, megvan a hotel. Második nap, indulás a félnapos autóbuszos város nézése Miami nevezetességei. Na, ott Tamás már ott van? Igen. Tamás már ott van. És elmondja nekünk, hogy mi történt a Kis Havannában, meg az Art Deco negyedben. Figyeljetek, ez jó egyébként. Hogy ez itt még nem annyira izgalmas, és ez csak Miami külső, de nem sokára beljebb leszünk, és talán találkozunk majd Will Smith-szel is.
A harmadik nap. Itt megjelenik Tamás már kirándulás a Nemzeti Parkba, Frey Tamás társaságában. Ahol? A Nemzeti Parkban. Ja, a Nemzeti Miami, Miami Nemzeti Park. Ah, igen. Hát gondolom, ez az Everglades is a hasonló, tehát ez a mocsárvilág, ugye, amiről ő írt a könyvében, ahol élnek a aligátorok, és akkor ott mindenféle állatkák vannak. Egyébként gyönyörű, gyönyörű. És ott áll majd Tamás amerikai plánban egy ilyen kis dosszié valahol alatt, és és akkor és elmondja. És most szétem a aligátor száját. De egyébként gyerekek, ez rendben van. Tök jó, mert tőle hiteles minden info, érted? Tehát, hogy ő tud, utána nézett, jól meséli ezeket. Én nagyon imádtam régen a műsorait is. Nem? Tehát ugyanazzal az... Meg hát a szűkebb környezete, tehát, hogy gyakorlatilag a lakóhelyét mutatja be, tehát ő most ott él. Itt gyakorlatilag lakik, bárki Tamás csinálva egy ilyet. Igen. Tehát, hogy szerintem ugyanilyen jellegű idegenvezetést bárki vállalhatna. Bárki vállalhat, mindjárt utána állunk, hogy ki tudna ilyet csinálni. Egyébként mi szerettük volna Tamást megszólaltatni, írtunk neki e-mailt, és nagyon helyesen csak válaszolt. Csak az Everglades-ben is, most nem tudom. valahol bolyongott valami. Nem, ő azt mondta, hogy az időeltolódás miatt nem szívesen beszélgetne velünk, de az időeltolódás miatt ott erősen éjszaka van, és sokat dolgozik, és pihen, és ezért nem tudja ezt a beszélgetést vállalni. Mi szerettük volna egyébként megszólaltatni, hogy mondja el, hogy miért vállal ilyet. Mi van, mert egy napig kíséri a horvát családot hat napig, de mondta, hogy időeltolódás van, és hajnalban ő emiatt nem tud most fönnmaradni, de köszöni szépen a lehetőséget. És nem sok elérkeznek Vargáék, és már készül, ugye? Persze, már ki majd a repülőtéket, egy Varga család táblában. Mutatni egészen nagy krokodilokat és még aligátorokat. Igen. Én nem látom a többi napon egyébként. Utána mi történik? Hanem? Szabad foglalkozás. Nem látom Tamás utána a többi napon. Tehát utána az, hogy Miami Beach közelébe bálnák delfinek, stb. És ebben mi van? Mit mondjak végig? És utána hazautazol, de ott már nincs szabad program. Pihenés, harmadik nap semmi nincs, ott már nincs Tamás. A harmadik nap, amikor mennek a Nemzeti Parkba, akkor megjelenik Tamás, és lehet, hogy végig együtt vagytok. Igen. Ott alszik veletek. Figyelj, lehet, hogy ez egyetet, hogy a következő program az fakultatív Tamással. Érted? De már nem kell beírni a Tamás, mert Tamás szerdán megjött, és ő kísér ki a reptérig. Mezitlefutás Tamással kint homokban, te érted? Strandröplabdázás Tamással, fagyizás Tamással. Görkorizás Tamással. Jégkás Tamással. Nekem kicsit fura, hogy a Frejjet elvállal egyébként. Fura. Tehát tök profi, sikeres üzletember, komoly kávéval foglalkozó hálózata van, nem? Könyvek, sikerkönyvek állnak a hátam mögött, hát fura, hogy ő tényleg a horvát családot egyébként körbeviszi. És illetve Vargáikat és Kovácsikat is, de hogy egyébként szerintem az lehet ennek az egésznek a mozgatórugója, hogy ő már elszokott, egy picit megcsömörlött attól, nem elszokott, hanem megcsömörlött attól, hogy nagyon széles tömegekhez szól. És nagyon jól tudjuk, hogy általában az igazi minőségi szórakoztatás, meg az igazi minőségi tanítás, például az kis csoportokban történik. És jó, most erre vágyik. Szól is meg az ember. Hogy így az van. A személy. Így van. Pontosan így van. Jó, na nézzük meg hallgatóinkat akkor, hogy ki hogy tudna a saját környezetében idegen vezetni. Jó? Tehát gondolkozzatok el azon, hogyha mondjuk ti a saját környezetetekben, apró településeken, falvakban, városokban, lakóházakban, társasházakban, mi olyan kuriózum van, amit mondjuk 5 mondatban, 3 mondatban le tudtok nekünk írni, mintha mindenki most a saját környezetében idegenvezető lenne. Tehát vigyetek el bennünket és a többi hallgatót egy olyan idegenvezetésre, ami ott az adott község, település, faluba megállná a helyét. Bármiben. Jó? Uh-huh. Tehát írjátok le, hogy itt ki szokott elvetődni, éjjel 2-kor kint kell átlépni, itt van az öreg néni, idős néni, aki sokat fúr, itt laknak tehát Kovács. Arra gondolsz, hogyha én például otthon vagyok, na, akkor mit tudom én, jó, hétfőtől péntekig itt a rádióműsort vezetünk együtt, de mit tudom én, szombat vagy vasárnap, nem, jó, vasárnap, azt nem áldozom, de mondjuk szombat délelőtt, már bevásárlás után, vagy éppen a bevásárlással egybekötve, hogy azért mégiscsak legyen valami plusz értelme a dolognak, én körbevezetném az embereket a béketéren. Igen. Tehát, hogy szevasztok, Adon János. Hello, vagyok. Sziasztok, kedves Vargáik, a következő a szituáció, elmondanám akkor, hogy a béketér miről nevezetes. Amit ott látok, az egy szaniter áruház, korábban ez funkcionált Liget moziként, itt láttam először a Ben Hur című filmet. A Ben Hur című film egy nagyon hosszú film, és az általános oldalon láthatjátok Peszent Lőrinc legendás lángososát, ajánlom a figyelmetekbe a tejfölös sajtos, füstölt sajtos verziót. Mellette a másik oldalon találtok egy zöldséges, ennyire, ilyen finom karolábi. Lőrince, van bármi, ami egyébként tényleg érdekes?
Hát most mondta végig. Én vagyok a Horváth család, és állok ott kis trapéznak. Ez még csak a bejtetés része volt, ez még csak a bojli, most dobtam be. Hát de hogy most etetsz. Én állok ott a kis trapéz nadrágomban, anyukámmal, és megyek hozzá idegen vezetni. Így van. Ez itt a Méta utca, ők pedig a lányok. Vargáik, lányok, Vargáik. Varga család, lányok, Varga család, mama szabad program. Apuka egy kicsit fakultati programra elmehet a Méta utcába. Az is nálatok van? Hát, hogy ne? Oda tartom, ami a legjobb dolgom, őrincem van. Ami ebben a városban értelmes, az nálunk. Ami ebben a városban jó, az nálatok van. Jó, drága hallgatóink, írjátok meg, hogy ti nálatok ott a környéken mi a látnivaló. Most nem nyilván konkrétan történelmi látnivalók vagyunk kíváncsi, az, ami nálatok kuriózum. Vagy aki nálatok kuriózum, a szomszéd, a Pista bácsi a kocsmában, bármilyen, amiért érdemes lenne hozzátok elmenni, hol van ez a környék, és miért érdemes oda látogatni? Nálunk a Hopon-Hopoff is menne, te lovaskocsis. Egyébként ez lehet. Lovaskocsis, itt megállunk. Hopoff. Szeretnék bemutatni Miru bácsi házát. Miru bácsi Miru az a legendás személyiség, aki egy teljes vízzel telt vödröt meg tud tartani a nevesebb részét. Ez nem legenda. De láttad? Hát ember, mi az, hogy én láttam? Te mindenki rá. Látta. De akkor nálatok úgy néz neki az idegenvezetés, hogy Hopoff lovaskocsira, Hopoff. Vagy szekérre. Hopon, hát lovaskocsinak ne hívjuk valamilyen kis, hát kis hívjuk, négyökrös szekér. Nem, lovunk van, ne legyen. És irány első fakultati program után irány Miru bácsi háza. Így van. Igen. Hogy vezetnéd föl? Te vagy az idegenvezető. Ott ül mögötted Horváth család, Rákóczi Ferenc idegenvezet. Na Hopon a szekérre. Úgy kigyorsan. Hogy vezeted föl? Jó, én ott ülök. Itt tudják mindig, hogy következik valami. Oké, mondom a gyerekeknek, Feri bácsi, fontos dolgot mond. Most még tud beszélni. Megérkeztünk a házához, tessék, hol vagyunk? Így megállítod, ugye, szóval a jószágnak, hogy álljon meg, ott már tudják, hogy mi van. Drága vendégeink, na, ez az a Miru bácsi háza. Miru bácsi, halljátok, Miru bácsi. Miru bácsi. Tudjátok-e, gyerekek, hogy miről híres Miru bácsi? Nem tudjuk. Nem, miről? Jaj, akkor most elmesélem nektek. Legendás régi történet, de mielőtt bemennénk a házba, engedjétek meg, hogy a helyi kétszer guggolossal megkínáljunk mindenkit, mert mi a vendéglátásra is odafigyelünk, érted? Kétszer guggolos pálinkából, azt megisszát, és akkor onnantól kezdve elmesélni a történetet. Nyilván van 18-as karika, ha gyerekkel együtt vagy, ugye? Jó, fogják be a gyerek személy, az fülét szemét. Hát igen, ketten együtt vannak már 18. Én jó, akkor elmesélem. Miru bácsi mit tud? Vagy mit tudott? Hát most mondta vele az elő. Azt még nem, mi már értjük, de nem biztos, hogy minden hallgató. Egy vödör víz. Igen. Vezess fel úgy, hogy a gyerekek is hallhassák. Nem tehát, egyszerű a sztori, mert ugye őkkel nehéz kikerülni azokat a cölöpöket, amik ebben a sztoriban benne vannak. Miru bácsi legendásan erős ember volt. Emlékeztek-e arra a történetre, amikor az a fiatalember egy petrencés ruddal mutatta meg, hogy merre van Buda? És Miru bácsi? Miru bácsi ugyanennek a legendakörnek a része, csak nála mindig ott volt a botja, azt azzal mutatta meg, merre van Békés Csaba. És egy vizes vödröt elvitt rajta. Egy nagy vizes vödröt, igen. Teszt a lelke rovatott neki. Egy pillanatra álljuk ki a Horváth család életéből, és legyünk újra műsorvezető, hogy teszt a lelke rovatott neki. Hát azért elég. Miru bácsi hol van most? Tehát már a örök vadászmezők emelgeti a... Már ott boldog. Már ott boldog. Hát már az volt új kigyós kinizsiet gyakorlatilag, nem? Így van, ezért mondtam, hogy nálam mindig ott volt a rúg. Már a szörnyű erejű Molnár legényről, aki egy kupa vizet, egy malom keréken nyújtott át a szombjas királynak. Na, kupa hát, víz, smafu, az nekünk új kigyósiaknak. Vödörvíz. Kézzel nyújtotta? Hagyja már. Láttad a saját szemeddel, vagy hallottad csak? Mindenki látta. És azt mondta, hogy Ferikém, gyere be, megmutatom, mondta Miru bácsi, és bementél? Vagy ez hogy kellettek? Vagy ez egy legenda volt, és néha találkoztatok Miru bácsival, de nem csinálta előttetek? Előttünk nem csinálta, azért még gyerekek voltunk, mikor mi ismertük Miru bácsit, Miru bácsi még jó érzésű ember volt, tehát nem előttünk mutatta meg. De a legendának van alapja. Déltől kettőig nincs otthon senki, mert a Viki elmegy a gyerekkel, van egy viledás. Ki kell próbálni. Hát figyelj, van egy viledás fölgödövödröm. Előbb rak föl, és töltsed folyamatosan, hogy meddig bírod. Én ráakasztok egy kettőbelt. Gyerekek, ha erre Miru bácsi képes volt, akkor azért ezt mi még, akik erejünk teljében vagyunk, azért ezt meg kell tudnunk csinálni. Igen. Mekkora vödör volt? Hát a nagy fémvödör, az nem tudom, 17 literes? Ne! Hát az legalább egy 20-as.
Az egy 20 literes. 20 literes ödör. Ödör. Persze, hát nem 10 literes. És van Miru bácsinak utódja a faluban? Tehát van azóta... Van, aki tovább vitte ezt a szép hagyományt. Van fia Miru bácsinak, aki tovább vitte ezt a szép hagyományt? Bárki, nem? Nem. Miru bácsival ez a hagyomány valószínű átköltözött. Sajnos ez igen, ez kihalt. Nincsenek már ilyen férfiak arra felé sem. Nem akarok nagyon vájkálni a múltban, de a tövével vagy a galériával tartozom. Igen, nem mindegy. Állítólag a tövével. Hát ez nekem megint 3 kilót. Tehát ahogy Miami Everest, Rákóczi Feri, Miru bácsi és új kígyós, én erre elvinném a vadon családot. A virág szemét még be kéne fogni, de azért ezt meg. De ő de Miru bácsival már nem találkozol, ugye csak a házzal. Hát az a baj, igen. És akkor ott mi? Van egy faragott szobor, vagy mi? Hát, érted. Azért most képzeld el, valamelyik helyi képzőművésznek a munkája. Itt élt Miru bácsi szoboravatást, lerántjuk a szobrot. És ott állna, és az egyik vállal egy zsák kukorica, a másik vállal egy fél disznó, és tartana még egy ödör vizet is. Te meg így takarnád a világ szemét, tudod, hogy nem. Nem, mindjárt az lenne egyébként, hogy ez nem lehet igaz. Hogy a polgármesternek valószínűleg meggyűlne vele a problémája, mert lerántaná róla a leplet, és megakadna egy közép tájékon, tudod, gyere, és rohadt anyát. Gyere már le. Hát igen. Ez jó. Ez komolyan mondom. Erre szerintem rá lehetne építeni az idegen forrás. Mert ha van ide, Miru bácsi még lenne, Feri, neked ott kéne idegen vezetni. Tehát a francba Evergladesen meg Miami-val tényleg Miru bácsi új kigyorsan Rákóczi Ferivel. A helyi hősökről beszélni kell. Tehát, hogy ők azok, akik igazából az idegenvezetést feldobják. Tehát, hogy elviszed őket oda, ahol éltek, ahol dolgoztak, ahova a munkásságuk kötötte őket. Tehát te nyilván az Artézik úthoz vinnéd el őket, és ez volt az, ahol ez az a hely, ahol megtöltötte mindig a vödröt Miru bácsi. De már a nevés, hogy Miru bácsi. Tehát véletlenül sem, mint Gábor, vagy Dénes, tudod, vagy Kálmán, Miru bácsi. Tehát, hogy nem hívhatják más, hogy mi. Számtalan ilyen ikonikus személyisége van a falunak egyébként. Tehát a mai napig meg tudod nézni azt a kéményt, felépített kéményt az egyik háznál, hogy a kőműves mester, mivel rájuk esteledett, ezért fölállt az Soder dombra, ami volt az építkezéshez, a 1002-es ladát beindították, fölkapcsolta a reflektort, és akkor másnap reggel látták, hogy hát mint az ököm. Az ás úgy a ladával világított. A ladával világított, egy kicsit fölfelé. Fölébresztették, vagy fölépítették, fölépítették éjszaka. Kéményt volt benne egy ilyen kis kanyar reggel, a tulajdonosok megnézték, kihívták a mestert, hogy hát, mesterem, akkor mi a? Majd a füst kiszárítja, kihúzza. A füst kihúzza. És azóta is úgy van a kémény? Persze, hát azt meg kell őrizni az utókornak. Nem húzta ki a füst? Nem, egy 40 éve nem húzza ki. Na jó, drága hallgatóink, tudjátok tehát akkor miről van szó? Idegenvezetés általatok, jó? Tehát hasonló történeteket várunk. Mit tudnátok mondani? Egy félig felépített tényleg rossz kéményről, egy legendás Miru bácsiról, a lőrinci pékségről, ami tényleg nálatok idézőjeles látványosság, de ha valakinek egy börtönre néz az ablaka, írja meg nekünk, hogy hányas busz megy ott el, mikor látja a rabokat, és hogy tudna ő ott idegen vezetni, jó? Apró pici pillanatképekre vagyunk mi kíváncsiak. Gyönyörű, és ha még egy-két ilyen kis helyi hőst is megismertettek velünk, tényleg, hogy azt mondják, hogy és itt van a látszólag jelentéktelen Táncsics utca 8, de ha elmondom, hogy kilakom. Igen, apró kicsi történeteket, amivel közelebb jutunk hozzátok, jó? Írjatok nekünk ilyeneket, SMS számunk 06 70 645 00 00, jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és arra kértük hallgatóinkat, hogy idegen vezessenek nekünk kicsit, hogy mondják el azt a helyet, ahol ők laknak, néhány olyan érdekes mondatban, ami jellemző arra a térségre, falura, kisközségre, vagy éppen városra. Ha van egy helyi jellegzetes arc, ha történt valami a kocsma előtt, amiről ott mindenki beszél, azt írják meg nekünk, vagy pedig hát írjanak tényleg olyan jellegzetes dolgokat, történéseket, eseményeket, ami az ő településükön, kis falucskájukban, vagy nagyobb városkájukban történt. Mert ugye találtunk egy hírt, miszerint Frey Tamás idegen vezet Miami-ban, amin picit meglepődtünk, aztán most már így értjük, hogy nyilván ő szereti, ott él, ott lakik, és szívesen visz körbe magyar utasokat, akik befizetik az utazási irodába a pénzt, és egy napig ott Frey Tamással mehetnek tulajdonképpen. Így van. És az általános információk mellett, amiket ugye el lehet mondani egy településről, nyilván szóba kerülnek olyan helyi legendás személyiség, mint például Újkígyóson Miru bácsi, hát nincsen mindenkinek Kossuth Lajosa, mint Monoknak. Tehát, hogy azért meg én azt gondolom, hogy legalább nem annyira büszkék Miru bácsira Újkígyóson, mint ahogy... mondom, sokat tudok ilyet. Na nézzük egyet-kettőt, hogy mit írnak a hallgatóink. Kedves vendégeink, így kezdődik a... Akkor most hadd mutassam be
Dunaföldvár szívében húzódó, hatos úttal párhuzamos legendás, gyönyörű fákkal szegélyezett Magyar László utcát. Erre gondoltunk. Ilyen klasszikus idegen vezetésekre gondoltunk. Én már rá is keresek. Itt lakott szegény megboldogult, förtelmes Pista bácsi. Szomszédjában a mindig résen lévő félszemű zsandár Pista bácsi. Ez az udvar, ahol förtelmes Pista bátyánk a rozsdás késsel kergette szegény Panni nénit, hogy kivágjon egy karéjjal a nemesebbik feléből. Na. Ez Balázs küldte nekünk. Na hát ilyen idegenvezetésre gondoltunk, hogy olyan történés, amiről tényleg az egész város, az egész falu, az egész község tud. Dunaföldvár? De számunkra ez például ismeretlen. Én már ott is vagyok, de nekem egyébként pont ennyi elég is ahhoz, hogy rögtön fölmegyek a Google-ba, és rögtön elkezdek érdeklődni ott a település Magyar utca. Még találsz egy Tamagocsi temetőt is, vagy hát legalábbis volt régen. Na tessék. Sziasztok! Ez itt a Havanna lakótelep. Balra a 44-es számba vitték föl a 9. emeletre a lovat. Hogy ez legenda vagy nem. Igen. És dobták le az erkéről a húsdarabokat, amik nem kellettek. Írja egy valószínűleg ott lakóhallgató. Egy tömbbel a Réba 46-os szám alján lévő üzletsor háztartási boltján törte be Szipus Józsika a kirakatot. Szipus Józsika. Ez már hogy, a hihetőbb része. Hogy beleszívjon a gáztöltőbe. Ezt nem hiszem el. Na pont ilyen történetekre gondoltuk, imádom, hogy a hallgatók ennyire veszik alapot, hogy beleszívjon a gáztöltőbe. A mellette lévő számítástechnikai üzletbe menve Mari néni a Szokor rádiójába elment elmet cserélni, és mivel nem sikerült, kettő üzlettel odébb látható lottózóba próbálkozott. Hát ez Havanna, Isten hozott mindenkit. Tocsa küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon jó. Szegények vagyok ezt amíg a világ nyögni fogják ezt a sztorit. De igen, szegények, ők ezt olyan sokáig hallgatják. Nemrég költöztem Szeghalomra, üdvözlök mindenkit. Akkor, mikor kinéztem az ablakon, ott állt Tati, a legerősebb ember Szeghalmon. Senki nem tudja két vára fektetni. Mekkora sztorik ezek, úristen, le kéne menni leforgatni. Senki nem tudja két vára fektetni, iszonyatosan pupos, szép reggelt mindenkinek. Ennyi az SMS. Tessék. Kaposváron lakom, szemben a börtönnel. Idegen vezetésre indulnék veletek, írja egy hallgató. Az ajtónk előtt szokott fordulni a busz, és bizony elég sok mindent látunk. Családok verik a busz oldalát jelezvén a rokonnak, hogy jó legyél. Jó legyél. Megjegyzésen látják el. Sőt, a jobb börtön lakók söprik előttünk az utcát, lapátolják a havat. Szóval ez a kilátás életünk része. Györgyi küldte ezt nekünk, mint egy klasszikus idegenvezetés, igen. És íme, balra látjuk Balázsik házát, és előtte kedvenc egyszer egyes vízóra aknáját. Írja egy hallgató, köszönjük szépen. Szegeden a Kisbajor kocsma, ahol Ibi néni a kocsmárosné elküld a fenébe, és ki se szolgál, ha nem köszönsz neki belépéskor. Tamás küldte nekünk ezt a kis jellegzetességet Szeged életéből. Veszprémben a hotelbusz megállónál a kisüzletek előtt Guszti bácsi lakik, aki celeb lett, bár ő erről nem tud, közösségi adatlapja is van, persze a tudta nélkül állandóan részeg, de Horváth Csárdit megszégyenítő érces hangon nyomja a fási mulatót élőben. Mindenki szereti, írja egy hallgatónk. Településünkön itt látható az általános iskola, vezet minket körbe egy hallgató, mellette a könyvtár, melyet a helyi szeszfőzde határol. Ugye? Balázs, te ismered a helyet, minden nap láthatod, írja Kriszta. Lehet, hogy ilyen, akkor nekem ez még nem tört. Nem tűnt fel. Ne, hát ilyen rendes ember nem kapja fel a szeszfőzdére a fejét. Ezek a könyvtár, az meg ugye nem látszik a szeszfőzdétől. Következő SMS, aki körbevíz bennünket már, mint hallgató, ez itt a felső presszó. Egy hűvös őszi estén itt húzta ki a pityókás vízvezetékszerelő az ittes haverja fájós fogát egy svéd fogóval. De figyelj, Lacika, megcsinálom én. Tudod, ne menjél be a városba. Csinálom, hogy majd beszorok. Igen, ízunk még egyet, így jó lesz. A gyerekek, nem csak Frey Tamás tudna itt idegen vezetni. Tulajdonképpen mindenki tudna a saját lakóhelyéről mondani jellegzetességet. Nálunk Csíra Margó a nevezetesség, üdvözlök. Mindenki Csíra Margó. Hargató, induljon az idegen vezetés, amikor négy kézláb vagy mesztelen, megy hazafelé részegen. Ez szép lett. Sziasztok, fiúk, üdvözöllek benneteket a Tarna mentén. A Tarna mente legnagyobb látványosságát mutatnám be nektek. Ha sétálok egy hosszú poros utcán, akkor megkerülhetetlen, hogy találkozzam Holman asszonygával. Holman néni. Holman Hilván. Néni. Ő az asszony, aki minden nap nem tudja, mit csinál, de iszonyatosan fúr a talajban. Nagyon szeretem. Nem iszik, az ital issza őt meg. A legjobb pedig benne az, hogy megmutatja, hol van Buda. Ha ráijesztesz, Budáig szalad, írja Peti. Ő is egy különleges lény lehet egyébként. Egy különleges lény lehet, igen. Dunakeszi legszórakoztatóbb jelensége az őrült babettás gyerek.
Nyaranta sötétedés után tolja ki a bringát, amit több színes égsor, fotelülés, matricák, táblák borítják, és egy rádió, amiből szól a zene. Így cuccolja át magát Dunakeszi főbb utcáin gyökkettővel. Imádjuk, írja Nóra. Tehát lassan, szépen lassan a felextrázott Verdával megy körbe. Azért ez nagyon kemény. Azért ez nagyon kemény. Tisza Telek idegenvezetés. Szombat reggel 6-kor indítás a kocsmában. Nevezetességként tartalmas idegfárasztó beszélgetés B. Pistával. B. István nagykorú írja, B. Pistával írja egy hallgató. Tisza parti túra a dzsungelszerű ártérben írja egy hallgató. Ebéd a helyi csárdában ugyanitt agyibasztó beszélgetés B. Pistivel. Tehát átköltözik reggel még a kocsmában, este már, délután már a csárdában. Délután két Tisza parti strand közül választhat, az egyik nudista. Este mulatos buli a helyi diszkóban ajándék tömegverekedéssel. Várunk mindenkit szeretettel. Írja nekünk Sanyi. Sanyi is ismeri a helyet egyébként. Nagyon jó. A ráckevei piacon imi sült kolbásza. Aki ebből nem evett még kolbászt, írja nekünk egy hallgató. Ja, ez sejtem, szerint ez híresség, tehát hogy ez igazi, ugye? Most biztos. Azt próbálta tolni. Hogy ez egy hát, hogy ez lehet egyébként, igen? Lehet, hogy ő magát tolja, igen. Hát figyelj, szenzációs SMS-ek. Szenzációs SMS-ek vannak. Azért az is jó hely lehet, ahol a három nevezetesség van, a Mag 7-es, a Pótkerék és a Lesz Vigasz kocsma. De. Ha ezekben jártál, mindent láttál, írja a kedves hallgató. Azért. Micsoda. Három említésre méltó hely van, a Mag 7-es, a Pótkerék és a Lesz Vigasz. Lesz Vigasz. És ha ezekben jártál, mindent láttál. De nem zseniális. Hát el kell oda menni. Újpesten az Izzó lakótelepem. Na jó. Már megvettem. Van egy liftszerelő, akinek a gúny neve Terminátor. A forma úgy fog kezet, hogy közben visszanéz a saját bickójára. Nagyon jó arc. És befeszít. Mondanom sem kell, iszik is. Imádjuk ki, írja egy hallgató. Hát, ezek nagyon jó. Gyertek Ercsibe, a zenevárosába. Atya úristen. Laci, ír nekünk egy YouTube linket, de hát ezt most nem tudjuk így megnézni. Igen. És hogy minden ilyen kultikus figurának milyen jó neve van. Most jött ilyet, hogy Kabát Feri. Kabát Feri mit csinál? Nem találom az SMS. Mit csinál? Kabát Feri mit csinál? Télen-nyáron kabátban van talicskával, és kanna van rajta borral. Na jó, hát. Milyen jó név, Kabát Feri. Igen, Barna csak ennyit ír. No, kérem szépen. Barra kocsma. Posta, kocsma. Közért, kocsma, templom. Jobbra iskola, és két kocsma. Én minden, ami fontos. Én szeretem. Ezek annyira jó hangulatképek egyébként, hogy az ember kicsit ott van egyébként. Ez egy olyan hely, ahol tényleg mindent megtalálsz, ami a testnek, meg a léleknek kell. Kata is veszi alapot, azért ő csak annyit ír. Fa szobrot Miru bácsinak. Köszönjük szépen. Én is azt gondolom, hogy fából kell csinálni. Nem? Másból nem lehet. Nem lehet. Tehát Miru bácsinak fa szobrot kell csinálni. Így van. Az csak és kizárólag fából, igen. Hát jó, keresünk még SMS-eket, gyorsan játszunk egy hármasugrást, jó? Mert közben ömlenek az SMS-ek, hallgatóink ráfűztek, hogy mi valójában mit is akarunk hallani egyébként. Helyi idegenvezetést továbbra is természetesen, tehát olyan pillanatképeket, amiből mi ott lehetünk nálatok. Ugyanakkor azért én egy hiánypótoló jelleggel, mert mondjuk a Feri elmondásából ez nem derült ki, de szerintem ilyesmi még nem létezik. Fel kellene hívnunk az új kügyűs önkormányzatot, polgármester urat, és kezdeményezni kellene egy emléktáblának az elkészítését, egy faragott emléktáblának, egy fából készült A szegény polgármester úr, te keverjük bele, egy olyan áldott jó ember. Én szerintem a hallgatóink között biztos van olyan ügyeskező fafaragó, aki ezt megcsinálja, ezt a kis kirakod táblát. A házára? És vagy a házra, vagy pedig a műintézményre, amit mindenféleképpen a polgármester hivatalra. Szerintem azért vagány lenne. És ha már ugye Miru bácsi átköltözött az örökvadászmezőkre, akkor egy táblaavatóval a törvényes örökösöknek, hozzátartozóknak, bárkinek ugye egy táblát a ház oldalára. Na jó, nézzük még egy-két SMS-t, csak játszunk gyorsan. Itt van már is egy hallgatónk, és hármas ugrás játszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Szép jó reggelt! Hello, Miklós! Hello, Miklós! Igen. Miklós, én honnan hívtál minket? Hát most éppen kocsiból útban vagyunk, 60-ba. 60-ba mentek dolgozni, vagy mit csináltok? Egy továbbképzésre megyünk a kollégákkal.
Továbbképzés. Milyen? Pénteken továbbképzés. Adjál már. Kollégákkal. Aha. Aha. Ez egy háromnapos továbbképzés lesz? Nem, csak kétnapos. Hát egy ottalvos. Aha. Nem. Kétszer kiutazunk. Ó, oh, az úgy gondolom. És milyen jellegű továbbképzés ez? Hát... Továbbképezek, hát elmondják az okosságokat, hogy mit kell tudni. De milyen szakterületen, vagy mi ez te kis vagy, te csak isztok? Pénzügyi ügyfélelemző vagyok, és ilyen területem. Aha. Pénzügyi ügyfélelemző. Hajjaj, hát ez most nehéz a dolgod. Az most nem könnyű. Új ügyfelet keresni. Igen. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem simán vihető. Ráadásul, hogy a több pasi van a kocsiban, biztos, hogy tudni fogják mind a hármat. Simán vihető. Jó, mehetünk? Mehetünk. Na, így szól az első kérdés. Melyik angol labdarúgó klub beceneve a Vörös Ördögök? Nem kapkodni. Azaz, jó van. Jó van. Előszeretettel keverik egyébként őket a Liverpool-al, de ők a Vörösök. A Vörös Ördögök az a Manchester United, még a klubnak a címerében is. Ott van egy kis ördög. Mehetünk tovább? Mehetünk. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Melyik szuperhőst alakította a filmvásznon George Clooney? George Clooney, Batman. Batman tette volna. Ne beszéljetek egyszerre, mondja, csak mindig egyszerre beszél. 94-ben? Azt nem tudom, 90... Igen, 90 akárhányban. Batman, így van, ez a jó válasz. Menjünk tovább? Mehetünk. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik zenekar frontembere Adam Levine, vagy Adam Levine, Lavin? Melyik zenekes frontember Adam Levine? Hát egyikünk se tudja. Nincs ötletem. Senki nem is tudja ott a kocsiban. Rezzek a fejüket, nem tudjuk. Hát akkor megmondjuk, ez így lehet, hogy nem fog beugrani. Hát ezt vagy ismeri az ember, vagy nem, ez a Maroon 5. Valamelyik reggel Csabi pont beszélt róla. Igen. Egyébként, de hát ha nyilván nem hallgattad, vagy nem figyeltél annyira, akkor nem lehet tudni. Meg hát ez a harmadik kérdés volt, nem lehet könnyű. Hát, még... Igen. Adam Levine, jó, nem, bumozzunk egyet, hát ha jó, nem, a harmadik kérdés sosem könnyű. Mehetünk? Mehetünk. Indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum. Hogy ne harag... Te mit mondtál? Hát gyerekek, tényleg hány éve megy ez a rohadék bum szoftver? Most hallotta meg a gép. Most jutott el. Ez hát nagyon fáradt volt. Hát ilyen hitehagyott bumot, komolyan mondom. Hát ez... Mi történt? Nem akartam a kollégák bekiabálni. Hmm. Kiabáltatok volna együtt, egy együttes indítás. Igen, egy kicsit valami jobb hangulatú bumot vártunk. Miklós, ez sajnos nincs meg. Hát ez van, ez csak egy játék. Ez az. Ez pontosan az volt. Így van. Köszi a játékot. Ciao. Hello. 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 Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hitehagyott volt, nem? Na, nem, ez nagyon, nem volt, hát ez egy szerencsétlen indítás volt. Hát. Igen. Nagyon blokkolt őket ez a Maroon 5-os kérdés. Igen, ott bizony letapadtak, igen. 4 perc, pontosan 9 óra Ákos elmondja a friss közlekedési híreket is, és természetesen a híreket. Gyorsan mondom, hogy trafi van a 86-os főúton Pósva belterületén, ez Zoli küldte nekünk, és szintén mérik a haladókat Nagykanizsa felé a 145-ös kilométer kőnél, ez buszos Jani küldte nekünk. 3 perc, a 9 óra, jövünk Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz, pontosan 5 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mérnek az M3-ason Budapest felé, 60-i benzinkután, ezt Tom küldte nekünk. Aztán 86-os főút Veszkényi pihenőnél mérnek, és Csorna belterületén egy sávon járható az út útjavítás miatt, és dugó is van. Böbe üzente nekünk. Az M3-as autópálya 51-es kilométerénél a Kerekharaszti benzinkután szintén mérnek a rendőrök, ezt Andi küldte nekünk, aztán azt is elküldte még, hogy Budapest felé. Andi, köszönjük szépen. Mérnek az M5-ösön és Szeged felé Kiskunfélegyházi lehajtónál, ez Zsolt küldte nekünk.
M3-as 50-es kilométer, igen, trafi, ezt mondtam. 84-es főút végén a Soproni határátkelő lezárva baleset miatt, ezt Morgós küldte nekünk. Aztán Celldömölkön, az Aranykerék vendéglőnél van egy trafi, Celből kifelé Pápa felé, és a 205-ös kilométernél Budapest felé szintén lézereznek. Mi, hogy működik ez a védel? Hallgassatok erről valamit, vagy hallottunk valamit? Jól. Jól? Jól működik. Csörög a kassza? Kíváncsi lettem volna, hogy tesztelt az új rendszer, meg hogy elégedett a rendőrség. Én nem láttam még ilyet, még mindig, én nem tudom, hogy mit kell figyelni. Vagy nem vetted észre. Vagy nem vettem észre. Igen. És az ő elégedettségük a mi boldogságunk. Az biztos, igen. Csak hogy működik a rendszer. Hány szó. Mert az, hogy trafiznak, az oké, de hogy azért nyilván másról is kellene, hogy szóljanak a hírek. Például, hogy a szegény gyanútlan honpolgároknak például, ha ellopták az autóját, megtalálhatják-e, megtaláltak-e ezzel lopott autót, amíg elvitték a műhelybe szétszerelni, nem? Uh-huh. Tehát oké, hogy minden mindig a trafiról szól, meg arról, hogy én, mint jogkövető állampolgár, esetleg elkövetek egy szabálysértést, és abból pénz van, és én is hülye vagyok, meg az állam is gazdagabb lesz, hogy a központi költségvetés, de hogy azért ezeket ilyenekre is lehet használni. Például, hogy kiszűr olyan autókat, amik lopottak, és azonnal csipog, és kiszedi egy járőr két sorral később, mert és mondjuk megtalálják a te, nem tudom, fábiádat, asztrádat, szerintem ebben is jobban teljesítünk. Egy gyereküléssel, mert hogy a szemét éppen egy gyereküléssel vitte el. Szóval jó lenne ilyeneket is hallani. Igen, abban ugye az a nehéz, hogy be kell kerüljön a rendszerbe a lopott gépjármű, és tudjuk, hogy általában egy napig van az országban, amikor ellopják, vagy egy napig van egybe. Tehát, hogy azonnal, érted? Tehát mire lejelented az autónak a típusát, forgalmi rendszámát, az bekerül a rendszerbe, és a védán keresztül már meg tudnák találni, addigra vagy kint van az országon kívül, vagy egy garázsban szétszették apró darabokra. Tehát az mondjuk nem biztos, hogy a védának a hibája, hogyha nem találnak meg, de tök jó lenne így van hallani ilyesmiről, hogy kérem szépen, ma két autót megtalált a védarendszer. Ugye, amit elloptak, igen, és amit szétszereltek. De az ORFK oldalán a hírek közt? Úgyhogy, ahogy hallott, hogy oké, hogy költöttünk rá egy csomót, persze trafiznak, hanem azt mondják, hogy gyerekek, hát nyilván jövőre lehet majd ilyen hír, de hogy az elmúlt évben egyébként megtaláltunk, nem tudom, 150 olyan lopott autót, amit valaki sírat, amiért valakinek erre ráment az egzisztenciája, nem? És nem tudom, 10 darab Opel Corzát, 3 középkategóriájú autót, meg mit tudom én, 18 darab olyan lopott kocsit, amit visszaszolgáltattunk a tulajdonosának. Na most így nézem egyébként az ORFK-nak, mert állítólag ezt is tudja. Topikok vannak. Hát ez így tök jó lenne, hogyha akkor ezeket is hallanánk. Ja, véd a topikokat nézted? Uh-huh. Azt nézem, hogy mondjuk az ORFK-nak az oldalon van konkrétan egy ilyen. Hogy az eredmények, meg stb. Mert vannak itt ilyen hírek, tehát lezárt akna a nádasban bújtak meg, meg mit tudom én... Borzongas még. Nem, az a baj, hogy a többi ez durva, azt nem akarom beolvasni, vajon, de hogy vannak ilyen friss információk. Vajon azonnal szétszedik? Tehát ha nekem ellopják az autómat, esélytelen, hogy megtalálják? Tehát búcsúzzam is el tőle? Tehát abban a pillanatban, amikor elloptam, most tényleg nem egy olyan autóról beszélek, ami nagyon drága, mert azt lehet, hogy kint újra forgalomba helyezik, már nem hiszem, nyilván nem tudnak motorszám, alvásszám, ezeket már nem tudják átütni, de hogy az még aznap este egyébként szétszedésre került. Tehát a kérdőt miért akarják szétszedni, állandóan szét van szedni. Nincs is semmi baja. De szép volt. Hát vagy altatás van, ugye? Ezt is hallottuk már, hogy elviszik valami parkolóba, parkolóházba leteszik, hogyha van benne ez a nyomkövető akármicsoda, akkor oda fognak menni, és pár napig figyelik. Na de ott se találja meg a véde, mert a véde meg az úton van, a közlekedőket nézi. Tehát parkolóházban a legritkább esetben védáznak a srácok, ugye? Így van, ez az altatás része, szerintem ez abszolút így van, így működik. Ellopták az autót, nem fognak vele ott a közúton, meg autópályán ott össze-vissza száguldozni. Nem arról szól, hogy beülünk gyorsan, vagy tudom én, Debrecenben az autóba, és akkor áthúzunk Hegyesalomnál a határon, és akkor majd kint. De hogy is lerakják valahol valami kis vidéki településnek a garázsában, aztán ott pihentetik. Hát ha találunk valaki olyat, aki régebben foglalkozott ilyennel, vagy ért hozzá, vagy elmondja, hogy körülbelül az ember mennyi ideig reménykedjen. Ugye, mert halljuk, hogy tényleg naponta rengeteg autót lopnak el, mindig lehozzák a legveszélyeztetettebb márkák, típusok rangsorát, hogy a legtöbb, mint a Opelt lopták el, aztán Suzuki-t, nyilván olyat, amiből sok van, mert ahhoz kell igazán az alkatrészt, tehát minél ritkább az autód, annál kevesebbet lopnak. Passat, mit tudom, ilyen Bora, nem tudom. Általában a drága kocsit, azt meg megrendelésre viszik külföldre. Tehát, hogyha valakinek van egy, nem tudom, milyen,
akkor az meg azért félhet, mert azt egy külföldi kinézte magának, hogy neki kell olyan, és azt meg megrendelésre viszi. Hát most az Index hozta le valamelyik nap, hogy lopott autókat szereltek szét egy régi szentendrei laktanyában. Hát hogy, tehát az, hogy zajlik ez egyébként, hogy én viszem el az autót, engem megbíznak, hogy lopjam el. Aha. Ugye? Én azért kapok X pénzt, hogy elviszem. Nekem a feladatom elgurulni vele a szétszerelő műhelybe, ahol dolgozik egy másik team, akik aztán apró darabokra szedik, elviszik egy bontókba, vagy ők értékesítik? Tehát, vagy az, igen, vagy ez, vagy az. Tehát, mi ennek a menete? Vagy aki szétszereli, az már tudja, hogy aztán hova kell elvinni, vagy ő csak szétszereli, és aztán alkatrészekben felvásároltatja a piacon. Hogy szerintem a profib az, amikor megrendelésre dolgoznak. Tehát, hogy ez a szétkapom, és akkor a bontóknak megpróbálom eladni az alkatrészeket, ez a rizikósabb. Szerintem ők se nem lopnak úgy csak autókat, hogy akkor ma ellopunk kettőt, holnap hármat, négyet, aztán majd lassacskán eladjuk őket. Nekik se jó, hogyha tárolják sokáig ezeket az alkatrészeket, mert annál nagyobb a lebukás veszélye. Úgyhogy szerintem itt a megrendelésekre mehet. Egyébként a rendőrség, ennek nyilván nincs bevétel a rendőrségnek ebből. Mármint az autolopásból, szétszerelésből is eladásból. Nem, erre gondolok, hanem hogyha az én automat ellopják, akkor én arra lennék kíváncsi egyébként, lehet, hogy jövő héten meg is szólaltatunk valakit az ORFK-tól, hogy mit tesz a rendőrség, azon kívül, tehát valójában keresik ezt az autót, értitek, hogy mire gondolok? Igen. Vagy ha szembe jön valahol az én autóm éppen egy védával, és kiszúrja valaki, na akkor bum, akkor éppen megvan. Tehát ha te bejelented, akkor elkezdik-e keresni, vagy csak a véletlenen bízhat? Hát, szerintem, szerintem nincs rá kapacitás. Nincs rá kapacitás. De az, hogy te most betelefonálsz, hogy a ABC 123 forgalmi rendszámút 601-es Trabant limuzinot elvitték, és erre megindulnak. Tehát az elmegy egy rendszerbe, látja a kamera, a rendszer, igen, pörgeti a rendszámot, és ha éppen kint van egy ilyen rendszerű autó, az figyeli, ha szembe jön vele az autóm, ott van. Egyébként nyilván, hogy nagyon keresni nem is tudják, most két járőr fölpöcköli a kalapját, az, hát akkor először a 10. kerület, na, induljunk neki. Szóval, hogy ez így nem, csak... Az a garázs, az gyanús, kopogjunk már be. Nem lehet, biztos, hogy nincs ilyen. Ha valaki ebből élt, vagy ehhez ért, vagy értett régen, és tud beszélni, akár bontós, az... Ha tud beszélni, hogy már szabadult, vagy... Vagy már szabadult, igen. Én a bontósokra is mindig úgy nézek kicsit, amikor régen én bontóba mentem, hogy hány autó landolt vajon ott. De nyilván a bontósok nem bűnözők. Tehát, hogy miért is lennének azok, csak hogy ez hogy működik, hogyha például én bemegyek egy bontóba, és én valahol a saját garázsom egyébként Suzuki-kat szerelek szét, és én elviszem egy bontósnak, hogy van két kardántengelyem, egy féltengelyem, három gömbcsuklóm, meg négy összekötő gömbfejem, akkor ő azt egyébként megveszi tőlem, és én simán szétszerelhetek Suzuki-kat a saját kontomra, a saját garázsomba, és én el tudom adni. Mit majd szétesett a kocsin főnök, átveszi a darabit? Na jó, de a öt féltengely nincs egy kocsiban. A bontós megkérdezi? Vagy elviszek neki egy kardánt, két féltengelyt, meg három gombészekötő, és azt adja érte 30 ezeret. Bontós megnézi, tudom használni, adok érte 30 ezeret. Vagy a bontósnak meg kell kérdezni, hogy honnan van? Érted? Aha. Vagy az én autóm már ma este egy bontóban végzi. Hát a alkatrész esetében szerintem nem. Nem. Ha teljes szétbontásra viszed a kocsit, akkor kell, akkor forgalmit is le kell adnod hozzá, azt tudom. Tehát, hogyha ilyen végső megsemmisítés, már annyira idős a kocsi, hogy nem lehet eladni. De ha szerintem te most besétálsz egy féltengellyel, azt megveszi. 3000 viszlát. Nem tudom, mennyibe kerül a féltengely. De azt megveszi. Akkor én tudok autót lopni. Azt én nem tudom, hogy te tudsz-e, de nagyon szívesen megnézném. Hát ez egy nagyon szomorú dolog, nem? Hát szomorú mindenképpen. Viszont vannak ezek a civil kezdeményezések, amikor mindenféle autóvadász cégek alakulnak, és szerintem ők rengeteget segítenek, mert ugye ők specializáltak, és kifejezetten ezzel foglalkoznak. De nem úgy, mint mondjuk az ORFK-nál, hogy ez is mondjuk a tevékenységkörüknek egy része, hanem ők speciálisan erre vannak szakosodva, járják az utakat a kis autójukkal, és akkor szépen mondjuk van egy adatbázis, amire ők rá tudnak kapcsolódni, és nézik a rendszám alapján az autókat. És ők rengeteg autót megtalálnak. Most Szegeden ellopnak egy kocsit, te fölhívod őket, egy budapesti céget, akkor így elmennek Szegedre? Nem feltétlenül, vagy csak elkezdik figyelni, bekerül az adatbázisba, és hát ugye erről beszélünk, nem feltétlenül Szegeden kell annak az autónak felbukkannia, hanem az ország egész területén. Aha. Úgyhogy simán lehet, hogy egy Szegeden ellopott autót itt találnak meg, ahogy hívják, az Üllői út 102. Ja, itt nem. Hát, ha csak nem Balázs beszállt az üzletbe. Most komolyan. Na, nagyon sok hallgatónk ír egyébként, hívjuk vissza őket, jó? Na, azt, hogy Zsaru voltam a gépjármű felderítésnél, szívesen elmondom, hogy ez hogy működik. Mind a kettőz volt közöbb, szívesen beszélek, autóvadász vagyok, írja egy hallgató. Jó, mindjárt adásba teszünk valakit. Csak tényleg a kíváncsiságból, hál' Isten, nekem még nem lopták el autómat, törni már törtek beszélvédőt, és vittek el magnót, egyébként az is szörnyű érzés.
De hogy akinek ellopják tényleg valamiféle matematikai esélye. Tényleg, hogy volt barátnőt csinált. Ah, ráadásul. Igen, és belekarcolt a motorháztetőbe egy 8-as idővel csavarhúzóval, hogy rohadjál meg te szemét, hogy ezt megtetted velem. Hogy van-e bármi esélye arra, hogy ezek az autók meglegyenek? Illetve ugye volt a Taken című film, hogy emberrablásnál, mint amit 96 órád van. Ugye mondták ezt kicsit filmszerű, ugye, hogy annyi időd van megtalálni a lányodat, mert utána egyszerűen nyoma veszi. Hogy az autó, igen, hogy az autó lopásnál mennyi idő? Mi a kritikus idő? 12 óra után én úgy gondoljak az autómra, hogy valószínű darabokban van? Szörnyű ebbe belegondolni. De 12 óra simán szét lehet kapni egy kocsit. Szerintem még egy ember is. Nem? Persze. Persze, hát ugye a profik azt szokták csinálni, hogy megvásárolják azokat a CD-ket például, ami ahhoz az autotípushoz jár, úgymond, amit hivatalos márkaszervizeknek is készítenek. Ott van neki a CD, gyakorlatilag arról az összes információt megtudja, hogy mit, hol kell, mivel meghúznia, hogy lehet szétkapni. Gyakorlatilag ott van neki egy teljes leírás. Hát hogyha valaki ez alapján áll neki az autószerelésnek, 12 óra az neki sok is. Na de pihentet vagy nem pihentet? Azt tudjuk. Pihenteted a kocsit? Hogy leteszed? Én pihentetném, nem? Te, aki elloptad az autót, te beviszed egy nyílt parkolóba, leteszed, hogy vajon van-e benne nyomkövető, jönnek-e utánad, 3 nap múlva visszamész, és akkor van 12 órát szétszerelni. Hát ez logikus. Nem tudom, hogy csinálni. Hát akkor hogy akarsz kocsit lopni? Én ma autótolvaj lennék. Tehát mától autótolvaj vagyok. Na, és így el kell lopnom egy Suzuki-t. Én nem tudom elvinni, nem tudom, hogy kell beindítani. Tehát fogalmam nincs, de mondjuk be tudom indítani, én még aznap elvinném. Tehát én feltennék mindent egy lapra, én nem gondolnám azt, hogy nyomkövetőben benne, ha egy olcsóbb autót lopni kell, viszont mire bekerül a rendőrség rendszerébe, mire lejelentik, mire felveszik, jegyzőkönyv, stb. Addig van időm úgy átérni a telepre, hogy még nem találnak meg útközben. Hiszen mire a tulaj észreveszi, bejelenti, jegyzőkönyv, föl kijön a rendőr, központi rendszerbe bekerül. Nincs benne 10 perc alatt, addig én ott vagyok, igen. Na van egy hallgatónk, rendőr volt 4 évig. Tamás, hello Tamás, jó reggelt! Szervusztok, igen, nem 4 évig, bocsánat, 4 éve jöttem el, 17 évig. 17 évig? És te dolgoztál, vagy te írtad azt az SMS-t, hogy a gépjármű felderítésnél? Igen. Hát amit ti mondtatok egyébként ezekről a különböző módszerekről, hogy pihentetés, szétszedés, utaztatják a gépkocsikat, ez nyilván ez így működik, működött régebben is. Ugye nyilván ez a pihentetés, ez a mindig attól függ, hogy nyilván mennyire felkészült az a gépjármű ellopására szakosodott banda, mert ugye nyilván nem egyedi esetekről van szó, nem egy-egy ember néz ki magának, aki azzal furikázni akar, mert a gépjármű lopás, meg a jármű önkényes elvétele, az két külön bűncselekmény. Ugye ha azért viszem el, ami hogy én haza akarok menni a diszkóból, és ellopok egy autót, akkor az nyilván egy jogtalan használat. Akkor nézzük, hogy zajlik ez az élőben. Tehát van mondjuk egy autótolvaj tím. Ott van, aki elviszi A-ból B-be. Garázsba viszik, szétszerelik, 12 óra külföldre viszik. Mi történik, hogy egy átlagos... Nyilván ilyen is. Több módszer, olyan, mint hogy egy másik típusú bűncselekményt több módszerre lehet elkövetni. Vannak, akik ezt csinálják. Nyilván átütik az autót, átrendszámozzák, meghamisítják a papírjait, és elviszik akár külföldre, hogyha az autó olyan értékes. Nyilván, ami nem olyan értékes autó, ami néhány százezer, 1-2 millió forintos autó, ugye alkatrésznek szétszedik, de ott is azokban az alkatrészekben, amiben egyedi azonosító jel van, az nyilván meg kell hamisítani, és ugye össze kell építeni egy autót. Nyilván mi találtunk olyan autót, nem egyet, ami félbe volt vágva mértani pontossággal, és hozzá volt rakva egy olyan autóz, ami totál káros lett, és pont az eleje tört. Félbe vágtak egy kocsit, és a hátulját használtak, az eleje nyilván, meg egy másik autó volt, és összeraktak. Hát nem úgy kell elképzelni, mint egy rút párizsit félbe vág, de hasonló módszerrel tulajdonképpen a két autót összeépítették, elemeket építettek, elemeket cseréltek benne. Alapvetően az, hogy mikor pihentetik az autót, nyilván ez attól is függ, hogy mennyire kell gyorsan az a típus éppen. A nagyon nagy értékű autókat, azokat nyilván, ahogy ha jól hallottam, Feri mondta, hogy megrendelésre lopják tulajdonképpen, nyilván ott nem nagyon van értelme szétszedni, ott egybe a gépkocsikat. Ki is viszik azonnal? Az többnyire ki is viszik, ugye Kelet-Európa az még mindig nagyon jó felszedő piac. A felderítés az hogy zajlik? Tehát, hogyha véletlen belefut tottatok egy olyan, aki előttetek ment, mert balek volt, akkor megtaláltátok, de gondolom van 8 rendszám, nem járjátok a várost keresve azt a 8 autót, nem? Nyilván erre egyébként ugye vannak eleve operatív akciók adott esetben, ha van információ. Egyébként meg
meg nyilván vannak olyan, amikor szépen gurulva parkolóról parkolóra rendszámokat ellenőrizve, esetlegesen olyan jeleket keresve a szélvédőkön, ahol ugye szintén bele van gravírozva rendszám. Hát ugye akik ezzel foglalkoznak, ebbe dolgoznak, ugye azok esetleg már, hogyha 38-szor mentem abba a parkolóba végig, akkor ismerem az autókat, tudom az autókat. Ez annak idején a 90-es években volt egy úgynevezett kart jeladó a gépkocsiba, amit ugye beszereltek, és akkor az csipogott, de hát ez már ugye nagyon elavult. Százaléka, mondjuk hány százaléka lett meg az ellopott autónak? Fél, negyed, 0,75? Még egyszer a kérdés, hány százalékban lettek meg lopott autók? Erre vagyok kíváncsi. Hát pontos statisztikát nem tudok mondani, de szerintem ilyen egyötöde. Aha. Körülbelül. Tehát ugye az viszonylag egy jó felderítési arány egyébként. És találtunk már meg autót egyébként több évre visszamenőleg is egyébként, tehát ugye nyilván lehet, hogy alkatrész lett megtalálva, pont egy bontóba, mert ugye ott elég gyorsan pörögnek az alkatrészek. Hát nézd meg, menjél ki a külvárosba, meg kell nézni, hány autóbontó van. Van olyan település, van olyan Budapest környéki település, ahol csak autóbontóból áll az utca, nem véletlenül. Tudok mondani neked ilyet, Pilis, Pomáz, el kell menni. Az óbudai autólopások nagy többségét pomázi csibésztek autótolvajok, szentendrei autótolvajok. És ők beviszik a bontóba, és akkor ott a bontós... Persze, nyilván szétszedik, van egy típus, amire ráállnak, azt nyomják egy hónapig, két hónapig, öt hónapig, BMW-k, akkor most a Fordok, most a Volkswagenek, most ez kell, ebből van alkatrész. Nyilván amelyik típusból többet értékesítenek a piacon, a kereskedők, akár használtan, akkor nyilván abból kell több alkatrész. Itt még egyszer, tehát nem a nagy értékű autók, mondjuk a 5, 8, 10, 20 milliós autók, hát azokat egyébként is hogy nyilván nehezebb ellopni, de mindenre megvan a megfelelő szakember. De ez szervezett dolog, tehát van egy, aki esetleg megrendeli, van, aki alkatrésznek megrendeli, van, aki kifigyeli az autót, van, aki ellopja, van, aki leszállítja, és van, aki szétszedi, és van, aki az okmányokat rendbe rakja, és nyilván ebbe se feltétlenül az utcán lévő kis 18-es gyerekek, hanem ott kell ülni bent az irodákba, ahol az okmányokat újra gyártatják. És ezeket a bontósokat ellenőrzi a rendőrség? Tehát van olyan, hogy elmennek oda, és végignézegetik itt az alkatrészeket? Igen, van, erre van, hát ugye nyilván minden bontót, ugyanúgy, hogy minden sarkon, nagyon közhelyes nyilván, de minden sarkon nem tud állni rendőr, de erre vannak akciók, hát hogy ez most mennyire fog mindig kide, mennyire derül ki, vagy mennyire lesz publikus, hogy most egy akció lesz. Hát most elmész egy bontóba, akció jelleggel, nyilván a riadólánc végig megy, hát ez de nyilván. Magyarországon élünk, ez sajnos ez így működik, tehát mint ahogy a navosok levennek Balatonra, akkor már a Siófokon is tudják, hogyha mondjuk Keszthelyen ellenőriznek, tehát ez így működik sajnos. Nyilván ezek összehangolt akciók kellenek, hogy legyenek, de hát ez ember, pénz és energia. Hát nem ebből van az alapvető bevétel vagy forrás, nem azért? Tehát, hogy nyilván... Hát nyilván csak ugye a rendőrségnek azért van egy állami feladata, tehát a felderítés az mindenképpen, illetve hát a megelőzés lenne elsősorban, de hát ugye ezek pont ezért, ezek a rendszereket ezért hozzák be, hogy minél kevesebb hasonló jellegű cselekmény történhessen, illetve ha minél több a nagyobb a felderítés, akkor nyilván akik ebből élnek, azok jobban meggondolják, de egyébként utána egyre jobb módszereket fognak ők is alkalmazni. Tehát ők is jönnek a technikával, tehát ugye most már olyan technikákkal dolgoznak, nem pajszerrel feszítik ki az autót, meg melszívóval a centrálzára, tehát főleg a komolyabb autók. Hát az régen volt, vérnyomásmérőt beraktak föl, pupálták, hogy ő módszereik is finomodnak, és egyre felkészültebbek. Tehát ellophatatlan autó nincsen, ugyanúgy, mint nincsen a lakása, van, nem lehet betörni, csak nyilván kell a felkészültség. Hát meg, hogy megéri-e ugye azt az időt, energiát ráfordítani. Köszi, hogy elmondtad, Tamás. Igazán nincs mi, további szép napot. Ciao. Nektek. Hello. Szia. Ez a félbevágott autó, ez a legjobb sztori egyébként, hogy mert ugye ott az a lényeg, hogy legalizálod a történetet. Veszel egy olyan autót, aminek a hátulját elkaszálták egy balesetben. Ugye elől benne van a motor, motorszám, alvásszám, akármicsoda. Lopatsz egy ugyanolyan típusú autót, amit félbevágsz, és a megvett első részhez hozzárakod. Igen. És van egy olyan új kocsid, aminek van forgalmi rendszáma, van neki alvásszáma. Az elején gránátfőrös, a hátsó részhez két hát is legfeljebb azt mondod, hogy barca drukker a tulaj. De hogy aki ezt végigjátsza az agyában, érted? Ez milyen rájön? Szörnyű, hogy esélyed nincs, hogy meglegyen, nem? Az szóval gyűjtöttél szomorú. Rá, szereted, személyes tárgyad, benne volt egy csomó mindened, és egyszerűen halva ezt is, meg látva az SMS-eket, konkrétan esélyed nincs.
mert körülbelül 3 órával később az autó már valahol darabokban van, vagy egy bontó alján lapul, vagy belsejében, vagy mélyén. Vagy átmennek vele úgy a határon. Igen, hogy sosem lesz meg. Hát, mire a rendőrség azt mondja, hogy nyilván addigra már át is mentek a határon. Nem? Igen, de ezek azért ezek a speciális civil kezdeményezések, akik gyakorlatilag reggeltől estig ezt csinálják, meg így szabadidőben, meg saját energiával, saját technikával, sokkal hatékonyabbak azt mondják, mint a maga a rendőrség, akiknek aha, erre nincsen apparátusunk. Na, itt van egy hallgatónk, aki bontós, vagy itt lesz mindjárt. Nem vagyunk egy hullámhosszon. Jani, hello, jó reggel! János vagyok, szervusz! Hello, te bontós vagy! Én extra autóbontó vagyok, hivatalos autóbontó vagyok a 10 kerületben. Na most akkor biztos jól felhúztad magad a hallottakon. És szó szerint felháborító az, nem mondom azt, hogy nem kerül bontóba olyan alkatrész, amilyen valamilyen módon illegális, de a 99%-a az, amit ellopnak autókat, és mondjuk nem nagy értékű, azokat valószínűleg szétszedik, tudomásunk is van ezekről, és ezeket az alkatrészeket fent árulják az interneten. Tehát, hogy nem kerül bontóba, azt mondod? A bontóba nem kerül. Na, de hát, hogy Tamás elmondta, aki rendőrként dolgozott, hogy vannak megnevezett olyan településeket. Tamás elmondja azt, amit neki el kell mondania. Már hogy érted? Én, mint aki hivatalos. Ide bejöhet bárki ellenőrizni minden nap, mert nyitva van a kapunk. Na jó, de hát ez is olyan, hogy van olyan bontó, gondolom, aki jogszerűen működik, és betart minden jogszabályt, és azok elküldi. Azok nem bontók. Aha. Az, ami, de egyébként hivatalosan bontó, átvehetsz? Hivatalos bontó. Hivatalosan átvehetek számlával, személyigazolvánnyal, aláírási címpénlája, minden átvehetek, igen, alkatrészt akkor, hogyha van róla számlája az embernek. Ja, ha nekem szétmegy az autóm, és bemegyek hozzád egy féltengelyel, akkor én azt nem akkor tudom... Akkor ezt megvehetem tőled úgy, hogy lefénymásolom a személyigazolványodat, aláírsz egy papírt, hogy te alkatrészed, és hát jó, hát nyilván, most már én is átvettem ezt a nyilván szót, mindjárt fölkötöm magam, még egyszer kimondom, hogy nyilván, de hogy... van, aki így működik, de hát azért itt elmondta, hogy vannak bontók, akik nem kérnek papírt. Azok nem bontók. Hát akkor mik? Hát elmondta, hogy pomáz, nem illegálisak. Ja, illegálisak. Illegálisak, aha. Hát az illegálisat ne keverjük össze a bontóval. Hát a bontóként működik, bontó. Csak illegálisan, nem? Hát van. Hát van bolt, ami működik legálisan, és van bolt, ahol nincs bekötve a pénztárgép, igen, az is bolt, csak az illegális, amik attól az még bolt, tehát hogy csak átvágják nem, a vevőt. Nem, az nem bolt. Ja, nem bolt, ahol átvágják a vevőt. Hát szerintem bolt, csak átvágnak. Tehát, hogy... Nem úgy értem. Aha. Megpróbálod kicsavarni a szavamat. Nem, dehogyis. És azt mondod, hogy ezeket már felrakják inkább internetre? Tehát valakinek ellopják az 1-2-es Astráját? Nem akarok mondani oldalakat, de fönn vannak az interneten hirdetve az alkatrészek, aha, és aki a Shell kúton meg akármilyen kúton árulja az alkatrészét, mert oda kell menni érte, azok szerinted legálisak? Ja, én nem tudom ezt kérdezni, van olyan, hogy nekem kell egy Suzuki féltenge, és azt mondja, hogy gyere a lőrinci Shell kútra, mert itt akkor átveheted. Akkor honnan van? Ha nem mer valaki oda menne az alkatrészé, az adott helyhez, ahol lakik, vagy a telephelyére. Én biztos nem fogom elvinni a kútot, és fogom ott adni neked a féltengelyt. És így értékesítenek már autó alkatrészeket? Nem alkatrészeket, motorokat. Amikor engem fölhívnak, hogy mondjuk egy Nissan Qashqai-nak a motorja 500 000 forint, és azt mondja, hogy van az interneten olyan, amiben nincsen szám, és 250 000 forint, akkor miről beszélgetünk? Hát, jó, 250 000 forintért megvehetsz egy Nissan Qashqai-nak a motorját? Igen, amiről nincsen száma, nincsen papír. Hát Németországban nem tudom ennyiért megvenni. Atya is, nem, nyilván, nem akarom többet kimondani. Melyik szót nem akarod mondani? Valószínűleg lopott, ezt akartam mondani, hogy... Ennyi, igen. És ezt ilyenkor... Én amikor Németországban veszek 100 euróért egy ajtót, és adom 40 000 forintért, akkor azt mondják, van az interneten 20 ezerért. Honnan? Én 20 éves csinálom, oda járok, ott vásárolok. Rácsán, a rendőrségnek nincs apparátus, hogy minden egyes eladó Nissan Qashqai. Nem is akarnak vele foglalkozni, múltkor is mondtam, hogy hol menjenek, ide jöttek napellenőrzésre, azt mondták, hogy nekik nincsen engedélyek, nem mehetnek, és tudom azt, hogy van ott. Olyan, ami nem odavaló. Ja, elküldted őket a haverbontójába. Hát nem ismerem, fogalmam sincs, hogy csak átküldeni őket a Kossuth utca 3-ba, hogy ott kellene körülnézni. Hát itt van a konkurens. Nem ment oda senki, és senki nem ment oda. Na most innentől kezdve miről beszélgetünk? Az, hogy valaki azt fújja, hogy ide járunk, meg oda járunk bontókba, és hogy lopottak bontóba az alkatrész, azok persze. Azok, akik nem van, nincsen papírja róla. Hát figyelj, most én nem is azt akarjuk, hogy itt mindenki egymással mutogasson, csak így belemerültünk egy ilyen filozofálgatásba, hogy van-e esély egyébként megtalálni, ha valakinek tegnap ellopták az autóját, vagy a kinézel, nincs ott az autód, és tud, hogy vége. Vagy hát, reménykedj még, de azt hallva ezeket most a... Reménykedhetsz, de nyilván kicsi az... Így van. Valószínű kicsi az esély. Igen. Nem mondom ki többet.
Jó van, köszi, hogy elmondtad, de gyerekek, nekem például fogalmam nem volt, hogy benzinkutakon árulnak. Lopott mondjuk az sem normális, aki megvesz egy motort, amivel ki van savazva, vagy ki van csiszolva az összes azonosítás. Hát 250 ezer forint a olcsóbb. Ha én látok az interneten, hibás vagyok-e? Ha én látok az interneten, és azt látom, hogy használt féltenge eladó, gyere vedd át a Lajos utca 3-ba a bolt előtt, és egyébként az interneten van, nem tudom, hogy persze nincs olyan, hogy jó hiszemű, nem tudom, vásárló, hiszen te ugyanúgy csalást követszed, de hogy kérnem kell akkor papírt, és azt, hogy igazold a féltengelyedet? Hogy vásárolna egy farmergatyát bent a boltban, nem? Arról is adjon nekem számlát, persze. Meg bolyba kevered magad. Honnan tud neked adni róla, hogyha nincsen neki róla kinti papírja, vagy akármilyen. Na jó, csak az ember mérlegeli, hogy ezt olcsóban megveheti, berakhatja az autójába, kíváncsi lennék, hogy hányan kérnek valójában számlát, vagy hányan tartják életben ezt a fajta kereskedést úgy, hogy figyelj, mennyi a két féltek, 8000, adnál oda nekem, megveszem, azt berakom a kocsimba. Valószínűleg nem kérnek róla számlát. Így pont erről beszélgetünk, igen, vagy innentől kezdve. Na de ez nagyon vékony jég, tehát megveszel egy ilyen motort, aztán jön egy közútú ellenőrzés, vagy mondjuk beviszed egy szervizbe. A motor az pont olyan, a motor számon beleütve, az más. Minden másba is belerakják. Megveszik, tudom. Megveszik. De féltengelyben nincs motorszám. Abban nincs. Így van, pont. Olyan alkatrészekre gondolok, amiben nincs beütve a motor, az pont, hogy az albászám motorszám az necces. Mondjuk egy váltó olyan, de onnantól kezdve minden alkatrészről, ami van azonistó, már pedig minden alkatrészen van azonistó, ez az. Azt nem tart sem eddig levenni róla, meghamisítani, aztán ennyi. Ja, mondjuk az UV-jelzést nem tudják leszedni róla. Hát, mindent le tudnak szedni. Azt is. Amit akarnak, találékony a magyar, minden meg tud oldani. A mindenit. Azért ez elég kemény. Ezek az UV dolgok, ez megint valakinek csak egy nagy üzlet lenne, semmi más. Hozzád vittek már, hogy ránéztél a gyerekre, és láttad a fejét, hogy lopott a cucc, amit el akar adni? Én szoktam mondani, hogy személyt tudsz adni, azt mondta nem. Akkor mondom, minek jöttél be? Mondom, kamerarendszer van mindenhol. És menekülni? Téged innentől kezdve. És mit akarnak eladni? Motort, féltengelyt, váltót? Nem, voltak itt több dolgok, amit el akartak adni. Komplett autóval valaki. De ez hát azt jelenti, hogy két hülye gyerek a garázsba szétszereli és bontókba eladja? Tehát ilyen primitíven is zajlik. Valamikor fölhívnak, hogy lenne autóm eladó, és mondom papír, vagy valami van hozzá, nincs hozzá semmi. Na most... Atya Isten. Én nyitott vagyok, itt van kint az ajtóm, ki van nyitva, ide bárki beléphet, bejöhet, ellenőrizhet. Hát persze, valószínűleg ezt úgy csinálod, hogyne, hogy az jogszerű, abszolút. Jani, köszi, hogy elmondtad, nem úszd föl magad, hát ez nem a te hibád, vagy nem minden bontós ilyen. Az a baj, hogy mindenkinek a köztudatában ez megy be, hogy az autóbontó, az csak lopottal foglalkozik. Nem kell általánosítani. Ha bemész egy bontóba, látod azt a sok kibelezett autót, azért áthut rajta, hogy Jézusom. De hogy nem gondolsz te, hogy a bontós... Azért, mert ez van betukmálva az emberek fejébe. Azért fut át a fejeden. Németországban miért nem fut át az emberek fejébe? Jó, hát de nincs az embereknek tudatába. Jártam én olyan bontóba, hogy után gyártott alkatrész, bontott alkatrész, még régi autó, hogy ott volt, megvettem, számlát csak kaptam, elhoztam, de és nem foglalkoztam vele. Tehát, hogy én örültem, hogy olcsóbban be tudom rakni a kocsimban. Hát, tehát, hogy sajnos. Így innentől kezdve kár is róla beszélgetni, tudod? Igen, tehát ez ártatlan emberek is úgymond életben tartják, hogy olcsóban meg tudod venni két bontot, nem tudom milyen alkatrész kellett, igen. A régi koltomba elmentem, bontott alkatrész, megvettem, ott volt, főhívtam, volt, elhoztam. Igen. Új helyet, 100 ezer helyet mondjuk került 8000 forintba. Tehát, igen. Ilyet az ember azért csinál. Köszi, hogy elmondtad. Nincs mit. Sziasztok. Hello. Ciao, hello. Na hát ebben jó belenyúltunk most. Nem általánosítani kell, aki tisztességesen csinálja bontosként a dolgát, arra ez nem vonatkozott ez a fél óra. Kész. Igen. Na jönnek a nap legjobb pillanatai nyilván, nem? Ja, hát, én kinek majdnem nyilván. Ezzel jövő mindjárt 3-10 lesz. Előtte azért én egy UV lámpával kimenik a kocsit, az körbevés. Hát, ezek alapján már nem. Hát több alkatrészből van az összerakva, több autóból. 3-10 lesz pontosan 6 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3-10 lesz pontosan 1 perc, most gyerekek, azon gondolkozom, hányszor voltam én ilyen autókereskedő, bontó, régen, összetörték a jobb első lámpámat. Én most lehet, hogy gyarló vagyok, vagy hibáztam, de egy... Tehát lehet, hogy akkor te is tényleg lopott cuccot veszel. Van a jobb első, nem tudom, milyen lámpája van. Mennyi? 6000. Rákerestem szakszerviz, 48000. És bizony. Akkor hát, 18 évesen, 20 évesen örült és megvetted 5000-ért. Azt lehet, hogy egy hónappal ezelőtt valaki síratta? Azt lehet. Lehet, viszont te meg nyilván nem gondol. Te meg vidáman örülsz neki, és berakod a saját kocsitba, eszedbe nem jut.
Hát, vagy nem érdekel. Hát igen, én feltételezem, hogy azért a bontó nem követel bűnt, és ő valahogy úgy szerezte, hogy szétbontatott, megvette a leselejtező. Tehát én nem gondolok arra. Te se, aki megvette. Én azt hiszem, hogy nála legálisan én ezt megvettem, hiszen az ő működési engedélye rendben van. Hát őt meg ellenőrizze, aki akar, én oda megyek, azt megveszem. Igen, de mondjuk, hogyha egy komolyabb, nagyértékű alkatrészt vásárolnál meg, és nyilván neked is feltűnik, hogy hiányoznak róla az azonosítási számok, vagy szépen a kimattul. Igen. Mindenhol ki van mattulva egy nagyon szép fényes terület körül igen. Az anyag. Akkor Dacia Duster első lámpa, ugyanitt Porsche Panamera biturbos motor. 250 forintért eladó. Tehát, igen. Suzuki lökhárítók és nem tudom, R8-as nem tudom, biturbo hátsó szelep sapka érte. Tehát azon azért az ember meglepő. Igen, ha együtt viszed a kettőt, akkor csak a Porsche-ért kell fizetni. Igen. Ha nehéz ugye ez is. Hány hallgatónk írja, hogy neki is ellopták az autóját. Valójában milyen szörnyű az, nem? Mikor kimész és nem állott. Szóval, hogy így... És akkor még gondolkozom, mondjuk, is. Ha olyan helyen laksz, hogy hát több, te. Hát ha máshova raktad le egy kicsit. Hú, nem volt hely tegnap, emlékszem, a ház előtt egy utcával arré parkoltam, de nem parkoltál. Nem oda se. És egy idő után leesik, hogy valószínűleg ellopták, és tudod, hogy ott a vége, nem? Na mutatjuk, miről is beszélgettünk. Ma reggel felhívtuk Wolf Katit, akit mi nagyon kedvelünk, hiszen ő megfogadta, hogyha bekerül a dal döntőibe, elénekli a VUK-ot. Ezt megkérdeztük tőle, tartja-e még, és valójában tényleg elénekli-e majd a VUK főcímdalát, mert hogy ugye azt ő énekelte még egészen fiatalon. Katival beszélgettünk, valamint rájöttünk arra, vagy megtaláltuk, hogy Frey Tamás idegen vezet Miami-ban. Hát ezen meglepődtünk. Meglepődtünk rajta. Igen. Szerettük volna Tamást felhívni, de azt kaptuk tőle választ, hogy alszik. Hogy sokat idegen vezet és pihenni. Igen. Éjszaka van. Pihenni, mert érkezik nem sokára a horvát család. Igen. Éjszaka van ilyenkor Miami-ban, tehát ő alszik, nyilatkozni nem akart, viszont elképzeltük, hogy milyen lenne, ha mindenki, beleértve hallgatóinkat is, a saját apró kicsi községében, falucskájában, városában idegent vezetne, milyen helyi nevezetességeket találnánk. Hát érdekes. Van ebben az országban csoda. Igen. Lőrincen is, Miru bácsinál is. És hallgatóinknál is. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 perc pontosan 10 óra. Sziasztok, most végeztem az első edzésemmel, 25 évesen, ma van a szülőnapom. Yeah, nagyon köszönöm, hogy gondoltatok rám, és én lehetek a nap hallgatója. Igen, egy hallgató. Csavi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Azt hittem, hogy egy ilyen tesztet fogtok indítani, és mire idejövök, addig nem találom majd a Ferének az alfáját, de megvan még, menj nyugtatlak. Hogy ne lenne. Jó, van, gyönyörű akkor. Autó. Hát csak olyat lopnak, amire szükség van. Te dumálsz! Te... Igen, látod? Ezért nem romlik el? Biztonságban. Nem romlik el az egy. Nem kell alkatrész bele. Nekem sajnos vitték el, még annak idején volt egy szép 124-es merci, meg a zöldséges merci. És ezt elvittek, egy fél óra volt, amíg bementem még a régi rádióba, Szikora Robival készítettem egy interjút, és mikor kijöttem, nem volt ott. Nem lehet, hogy a Szikora azzal ment haza? Nem, sajnos nem. Aztán ez pont április... És két gidával látták legközelebb az autót. Április 2-án volt, és aztán a rendőrség kérdezte, hogy nem lehet, hogy a mi ügyes fiúk viccelnek. És aztán meg lett? Nem. Soha? Soha, viszont van egy másik sztori, egy ilyen családi történet, egy 90-es évek elején történt, egy valami Ford Escort, nem tudom, tehát ilyen nem nagy értékű autót elvittek, és majdnem egy évbe telt, mire egyszer csak jelentkeztek, hogy megvan, egy telepen át lehet venni. Oda mentek, megnézték, minden. Jó, akkor mi visszajövünk érte. És mire visszamentek, már ki volt pakolva. Az a meleg, hogy a telepen pakolták ki. Tehát pihentették, nem nyúltak hozzá. És az alatt a 10 perc alatt, amíg visszaért a tulaj. Na, ez kemény. Na, hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor egy szép ajándékcsomagot adunk neki. Morning show. Hey, oh, hello. Jó reggel. Jó reggelt. Totya, jó helyen vagyunk, hello. Igen, inkább Zoli. Zoli, jó, hát ahogy szeretnéd. Na, ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy kicsit idegen vezessenek bennünket, és mindenki helyi nevezetességeket írt. És te írtál nekünk a Habana lakótelepről, amit mi azóta is azt gondoljuk, hogy ez csak legenda. Ugye azt mondtad, hogy a 44-es számba vitték fel a 9. emeletre a lovat, és dobták rá az erkéről a húsdarabokat, ami nem kellett. És Szipus Józsika kirakatot betörte 46-os szám alatt, hogy beleszívja a gáztöltőbe. Figyelj, ez a lovasztori, ez egy városi legenda, vagy tényleg tartottak ott valahol, valamelyik emeleten lovat?
Figyelj, a legenda a 8. emelet, a 9 az igazi. Vagy te, vagy családtagod, vagy valaki ezt látta, hogy egyszer ott valaki... Nem, nekem is mesélték. Mesélték, tehát akkor ez lehet, hogy egy ilyen városi legenda továbbra is. Már az én időmben, amikor postás voltam, akkor is tolták, de nálunk nem, ha onnáztak, hanem azt mondták, hogy a Csontvárin történt, mert ugye az volt egy picit lepattantabb rész. De azóta ott már nagyon sokat javultak. Állítólag valaki hallotta egyszer a nyerítést. És kidobálták az erkéről a nem kellő húsdarabokat. Írtad még SMS-ben, igen. Viszont a Szípus Józsika létezett, nem? Ő konkrétan persze, tűnik. Persze. De rosszul írtam, mert ő nem háztartási boltba törte be a kirakatot, hanem a háztartási gépszerelő üzletbe. Te szegény bele akarsz hívni a káztöltőbe, csak bement a számítástechnikai üzletbe. Az nagyon klassz. Jól van, oké. Zoli, te vagy a naphallgatója, és egy szép ajándékcsomaggal lepnénk meg téged. Jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó hétvégét neked. Nektek is. Ciao. Hello. Na, Feri, mi a recept? Csurosz. Na, hát... Fánk. Ez van egy bizonyos kor után, már azért ez nem meglepő. Csurik, csurosz. Ez a spanyol... Használj inkontinencia betétet, igen. Már vége van ugyan a farsangi szezonnak, meg ezt nem is szoktuk, hogy szalagos fánkot csinálunk farsangra, de eszembe jutott Spanyolország, Barcelona, és ott ugye a spanyol nyelvterülete, meg Dél-Amerikában is ezt nyomják, ezt a csurosz cuccot. Magyarországon is szokott néha Szigeten például, meg ilyen nagy rendezvényeken árulják, egy tök egyszerű égetett tészta, de annyira finom, forró csokival, hogy amikor ilyen szötymörgős időben este hazamész, megcsinálod, ne, minden van otthon még nálad is. Van lisztetek? Van. Tojás? Az is. Nagyon. Víz? Az is. Esetleg kis tej? Az is. Megvagy. Ja, azt hittem, hogy ezeket felejtsd, de megy is kell hozni. Ezeket dobd ki a francba. Viszont van egy speciális, nem? Ezek kellenek hozzá, tehát bárki meg tudja csinálni, és akkor ez ilyen mártogatós édesség, isteni jó. Ez jól hangzik. Jól hangzik. Gyors, egyszerű, ügyes, okos. Gyerekek szeretik. Jól van, Csabikám, remek zenék? Nagyon-nagyon sok olyan dalt fogok ma játszani, amit még korábban ti nem hallhattatok. Például a Honeybeast-nek hozok egy másik dalát, ugye megismertettük a zenekart a nagy közönséggel, a legnagyobb hős szerették, és most hozok egy másikat, a Maradok című dalt, de például a Webs nevű előadót is hozom. Képzeljétek el, az eredeti neve, biztos, hogy van benne valami magyar vér, mert mindenhol vannak magyarok, hogy Kvabena Sarkodi. Sarkodi. Igen. Sarkodi, de úgy van írva. Agyepong. És azt gondolnánk, hogy valahonnan Afrikából. Nem, ő Londonban született, londoni szülők gyermeke. Nem biztos, hogy magyar származású, mert kicsit sötétebb a bőre, mint a miénk. De neki van egy Walk című dala, amit én a Rolinál hallottam este a Klassz Kultúrában, és aztán egy kicsit előrébb hozattam. Ez nem egy olyan átverés, mint az Abu Dala Csisztu. Ja, igen. Az mi az? Hát Csisztó Zsuzsa kapott el levet, hogy önnek a nagybátyja, Abu Dala Csisztó, és hogy... Igen, és ő megfizetett egy csomó pénzt, szegény, és átvágták szegényt. Igen, szegényt átvágták, ez a sárköz is lehet, hogy ebben utazik. Nem, ez Sarkodi. Sarkodi Kvabina. Jól van, meghallgatjuk, Csabikám, jó munkát neked. Kösz. 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk hétfőn 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning.